uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Én semmit nem hallok. De nem, mi magam sem. Te hallasz valamit? Nem. Én sem. Én sem hallok most semmit. Én csak úgy hallak téged, hogy atmoszférába hallak téged. Én csak szájról olvasok. De szerintem ez adásba nem megy. Ki az a lány? Jazsi. Te hallasz engem, Feri? Te hallasz engem? Én hallok. És most hallod magad? Semmit. Én most hallok. Most már igen. Na? Most hallod. Nem volt bedugva rendesen. Igen. Na jó, akkor. Hogy megfejtettük? Jó, hogy ilyenkor az ember elkezdett nagyon káromkodni. Igen. Úgysem vagyok adásba. Hát, ha én nem hallom magam, nem lehetek adásba, tudod. Mint a kisgyerek, aki eltakarja a szemét, és akkor azt gondolja, hogy ő, te se látod őt, hiszen ő se lát téged. Bejön egy Gyula, megcsinálok rajta minden részt, tehát nem igaztadj meg. Csúnya dolgot lehetne ilyenkor mondani. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Drága kicsi, na. Egyetlen apró kis hallgatóink. Hazaértetek? Hazaértünk, igen, hazaértünk. Hát gyerekek, ez egy ilyen soha el nem múló út volt. Én nem tudom, miért éreztem ezt. Csak jöttem ezen az autópályán. Én nem tudom, mindig csak jöttem. Aztán négyszer aludtam. A körforgalomból. Négyszer elaludtam, ötször fölkeltem, megint elaludtam, megint 20 kilométert át, még mindig jöttem. Soha nem telt el ez az út Debrecenből valamiért. Lefele nagyon gyorsan. Tudtál aludni vezetés közben? Hát, nem, egy 10-15 kilométert bóbiskolok, csak jó. Mindig nem többet. Miki mindig fölébreztek. Kicsit föl egyenesedek, aztán megint alszom. Nem tudom, valamiért olyan nehezen telt, hogy én mondom, szerintem soha nem fogunk hazajönni, én megőrülök. De aztán végül sikerült azért így egészen jól. Én még 11-kor beültem a kocsira, és este 6-kor szálltam ki belőle. Én Atya Isten, beszorult az ajtó. Igen, aha, ja. Mert én nem úgy jöttem, hogy Debrecen-Budapest, hanem Debrecenből elmentem a festői új kígyósra. Mondván, hogy úgyis el kell mennem anyámért, ha mégiscsak közelebb vagyok hozzá, mint Budapestről. Na most a 47-es számú főközlekedési útvonalon mentem, nem tudom, 2,5 órát. Jézusom. Majd mamát beraktam az autóba, elindultunk, M5-ös autópályán mikor kell sávot csinálni? Amikor az összes Németországban és Olaszországban dolgozó román és török vendégmunkás vagy jön haza, vagy megy vissza. 2 órás sor volt. Atya Isten. 2 órás, amikor egyel mész így. Megállsz. 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 Azt hittem megőrülök. Úgyhogy este 6-kor értem Budapestre. Atya Isten, akkor neked is hosszú túra volt. Neked autópálya. Az embertelen volt. Embertelen. Az kemény. Igen. Hát... Na, te hogy jöttél? Csont nélkül nem volt semmi gáz. Nem volt semmi? Bocsánat, elnézést. De azt csináltuk, hogy Debrecenből nem mentük rögtön haza, hanem ott van egy közelben egy nagyon jó kis hely, erdős puszta, ott van egy hotel, nagyon jó kis étteremmel, tanya, lovak, hát kecskék, erdő, tyúkok, minden. Hát a pusztán egy picit fejlettebb a szint, tehát hogy elég előteljesen mutatja a civilizáció jeleit. Ilyen konyhával, meg gyönyörű, csendes, van kis tavacska, minden, esküvő hegyeket szoktak rendezni, évente 70 darab esküvő, tehát hogy azért gondolatjátok, hogy nem lehet rossz hely. És oda elmentünk, egy kicsit megebédelgettünk, aztán onnan indultunk hazafelé. És hát tényleg lekopogom. Jól? Semmi gond nem volt az M3-ason. Az nem lehet, hogy a Janinak nincs gond, mi meg az lesz. Nem. Tehát ez az nem olyan fura, ez nem ehhez vagyok hozzászokva. Jani, nem így szokott, hát csinálj jól, már valamit. Hát egy a 365-ből csak legyen már jó. Igaz. Úgyhogy tényleg nem volt semmiféle probléma. Úgyhogy jó volt, jól éreztük magunk, nagyon jól zártuk ezt a kis debreceni kitelepést, és megmondom őszintén, még itt Ferivel még összefutottunk lent a szállodának a hajába, beszéltünk 2 szót, hát szerintem frenetikus volt. Rettenetesen jól sikerült az egész. Most megnézem majd a Facebook oldalunkon, hogy vannak-e már fönt az esti koncertekről képek, de hát már azt lehetett látni, már ugye a Tibinél lehetett látni, hogy mennyiségű ember volt, imádták a műsort, és hála Istennek még imádták természetesen a Tibit is, akinek a tenyeréből lettek. Hát mondjuk, hogy könnyű azért, hogy Vézolika oda csábítja az embereket, érted, hát aztán már azon elugrál bárki. Vézolika ugye? Koncerten ugyanannyian voltak, mint a Tibi koncert. Bizony, igen. Bizony. Tehát azért már könnyű, hogy egy Vézolikára oda megy az ember, akkor már csak meg kell tartani. Így van, és ráadásul a Tibin csak azért maradtak, mert Zolika sokkolta őket, és egyszerűen még nem tértek magukhoz. De bírtak mozdulni. Igen, nem tudtak sehova menni, annyira jó volt. De tényleg nagyon sokan voltak, én így
ilyen tömeget becsülni, ez mindig nagyon nehéz, mert attól függ, hogy mekkora téren állnak, hogy hogy állnak, sűrűn, akármi. De kinek szerintem 100 ilyen... kinek 2 millió? Hát jó, az most hát más jó, kérdés. Persze, én azért ennyire nem mondanék nagy számot, de szerintem olyan 10 órakor már több ezeres, tehát ilyen 3000 ember körül voltunk, úgyhogy ez szerintem nagyon kemény. Igen. Én tavaly itt voltam az esti bulin, itt Debrecenben, tele volt az egész tér, szerintem most is. Ha ráakadsz a képre, akkor csak fordíts felénk, hadd csikoltsunk fel, hogy igen, milyen jó volt. Nincs meg? Nézem. Figyelj, azt látom, hogy az egymás után feltöltött képek, most itt a Vastag Csabival érnek véget a koncertképek, a Klassz FM-nek a Facebook oldalán. Egyértelműen látszik, hogy egyre több és több ember. Aha. De döbbenetes sokan vannak. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jól sikerült ez a kis nyárzáró, vagy klassz nyárzáró kis turné. És ma reggel, amikor felmentem az egyik honlapra, kiderült az is, hogy miért volt annyira barna szag a téren. Na mi volt? Na, csőtörés? Hogy nem, mi volt? Kérdezték, hogy arról van szó, hogy a Debrecen környéki földekre most hordják ki a meglehetősen híg és hát nyilván jó állapotban lévő sertés ürüléket. És hát néhány gazda nem forgatja be ezeket rögtön a földbe, hanem még egy picit hagyja ott heverni. Aha. De hova hordják? Ott Debrecen környéki? A Debrecen környéki földekre. És hát a város vezetősége a közelgő virágkarnevál miatt is szeretné őket rávenni arra, hogy ugyan már... De ez a város határból jött ez igen, a szal. Igen, odáig. Hogyha a szél úgy fúj, akkor gyakorlatilag behozza oda a város közepébe. Olyan fura volt, de ott lett volna valami igen. Konkrétan. Tehát mint egy ilyen csatornán lettünk volna. Igen. Nem, gyerekek, hát minden esetre az ott kellemes illat volt, de ez így bejön. Igen, a debreceni és egyébként a virágkarnevára érkező turisták legnagyobb örömére gondolom én, úgyhogy ezért is próbál meg rájuk egy picit egy nyomást gyakorolni a város vezetőség, vagy megkérni őket, hogy ugyan már, nem már, egy picit később talán, vagy esetleg forgassák be a földekbe, mert hogy... Mert nem annyira jó az illata. Nem olyan turista csalogató az illat. De akkor az gyakorlatilag az a város részben, ami a határtól a belvárosig tart, azt mindenütt lehet érezni. Igen, igen. A fél Debrecenben a kapicag. És ez nem a karnevára felhasznált büdöskék mennyiségéből fakad. Na mi van, lesz tűzijáték? Nem lesz tűzijáték? Mit mondanak hát, gyerekek? Ez... Nem mintha érdekelne. Már abból a szempontból, hogy nem nagyon szeretem a tűzijátékot, de hogy olyanokat is olvasok, hogy lehet, hogy elmarad. Igen, mert most megint az sok ember szórakozása hát... azért, az kár lenne. A gyerekek szeretik, idősek szeretik. Nem? Most ugye megint az időjárás igen. Jósolóktól függ a dolog, hogy ott áll az ember a piros gomb fölött, érted, és ha valaki azt mondja most, hogy na, akkor esni fog, csak már én azt érzem megint, hogy megint túl pörögjük. Tudjuk, hogy volt a tragédia éve, és azóta nagyon odafigyelünk, de ja. Hát most, ha jön egy kisebb felhő, akkor már azért nem kell lefújni, nem? Nem, hát szerintem most már nagyon biztosan mennek azóta, tehát, hogy nem merik megrendezni. Kis szél, vagy valami kis passzáció befúj, akkor azonnal. Tegnap nyilatkozott valamilyen katonás kitüntetésekkel ellátott kalapos csávó. Gondolom, katasztrofa vége lett. Nem, valami nem tudom. De őket mostában lehet keverni egyébként a hivatásra. Bajszos. Minden esetőségre fel vagyunk készülve. Ha kell, a tűzijátékot út közben, menet közben is lefújjuk. Hát mondom, azt már cseszhetitek, basszus, mert már az elindul, és ott van 2 millió ember, és a felénél megszakad, mert jön a vihar, azt mondom, ez most ez okosat mondták. Ha már indultak a rakéták, mondta, hogy ha kell, akkor a felénél megszakítjuk. Az nagyon jó. Hát az aztán, mert akkor már ott van egy helyen 2 millió ember, az már pont jó, hogy a felénél megszakad, mert akkor abban a pillanatban az, megérkezik a vihar, nem? De hogy állítja meg a tűzijátékot? Hát, stop. Az ugyan, nem tudod. Hát az egy gombbal indul, de utána az nem, ilyen lányzere. Kontrol-C. Hát gondolom elfújják a kanózot. Ja. Fújj a gyöla, baszd! Most volt a katasztrófa. Fújj a gyöla, baszd! Gyálasz meg az ujjad, úgy jobban! Húgyozz le! Ne, engem a lába, vagy te para! A kanózot, te hülye, a kanózot! Hát azt mondod, hogy menet közben is le tudják állítani. És lehet, hogy úgy értette, hogyha 4-10-kor ők látják, hogy 10-re ér oda a vihar, akkor ők 4-10 ugyanis, fölülnek egy szori. Alakot és stoppot, vagy egy reszetet, tudod, sorry vagyok gyerekek, menjetek haza, ezt így föllövik, jön a vihar, menekülj, és akkor, mint tudom, 10-re megérkezik a vihar, de elég fontosan meg tudják addigra már mondani, szerintem ez holnap este már tudható lesz, úgyhogy hát reméljük, hogy nem marad el, mondom, én nem fogom látni, de hát ha valaki megnézi. Azért nem, ez egy jó mulatság. De nem lehet ez majd mondjuk valamilyen szempontból félreérteni, még passzolni és üzinnek előtt, hogy azt lőjük fel, hogy haza mindenek előtt. És a hazánál mindenki elkezd hazarohanni. Úgyhogy jön a vihar, biztos üzenni akartak. Úgyhogy azt meglátjuk. Most, nem, mondom, ezt hallottam tegnap, hogy lehet, hogy pont addigra éri, de valami rossz idő. Most drága a tűzijáték? Nem tudjuk, nagyot terveznek. Nem olvastatok róla, hogy megy, mert minden évben szokták közölni. Hát ez ilyen milliárdos tétel. Ha? Tehát ez a körül van. Ha, ez nagyon nem tud spórolni. Igen.
De biztos, hogy olcsóbb, attól nagyon drágán, ami nyilván mások bűne. Tehát, hogy annál szerintem olcsó, de a legdrágábbnál olcsóbb, de az olcsón egy pici drágább. Aha. Szerintem milliárd, gyerekek. Igen? Hát biztos, ez a körül van, azért ellőnek egy pár patron. Tehát azért nem egy, mit tudom én, Nica 40. születésnapján fölült ajándéző. Tehát nem ez a típusú. Jó szokott lenni egyébként, tehát jó. Hogy a gyerek kedveli. Tavaly vagy tavaly előtt kín voltunk, csak rossz helyen voltunk, nem láttunk semmit. De hogy szerencsések voltunk. Önmagában elég olcsó szórakoztatás már abból a szempontból, hogy fölnézel, azt pukkan néhány patron, csak azt ott nézed. De jó lenne. Tévében nem maradnál. Hát, annál nincs nyomorultabb, amikor a tévéből nézed a tűzijátékot, nem? Azt szerintem az maga az ámulás. Tehát ez minek? Hát most, és kézzed, aki közvetíti. Szokták alá beszélni? Persze, Gundi. Az M1-en tavaly. De mit van, piros? Hát, és mozőr? Ú, de szép. Ne, az iskolája. Ez tavaly nem volt. Kékül keményen. Nem, volt olyan, hogy az RTL meg a TV2 egy időben közvetítette. Ugyanaz. És az RTL meg akkor is megverte a TV2-t. Ez milyen? Szebben adták a tűzijátékot. Nem, ugye ebből az derült, hogy maga a brand az erősebb, hogy egyszerűen többen kapcsolatban. Azt mondja, most a TV2 adja csak. Aha. Most az RTL kivonult a tűzijáték. Bizniszből. Csak 150 millió forintba kerül a tűzijáték. Az nem lehet. Miért nem? Akkor mi került eddig ezen 1-2 milliárdba? Biztos ez maga csak a technika, mert azért abban az is benne, hogy lezárod a rakpartot, nem? A nagy... Hát gyerekek, régen ilyen milliárdos tételeket lehetett hallani. Igen. Hát most egy 150 millió, ez nagyon low budget. Hát vagy tudnak egy olcsó beszállítót Kínáról. Nem az Andy Vajna Palácsik Timi születésnapi partiját nézed, Laci, és arra a 150 millió tűzijáték? Mert szerintem az augusztus 20-ai tűzijáték 150 millió, az egy picit kevés. Az szerintem egy picit kevés. De mindegy, ez egy ajándék. Ne az árát nézzük. Így van, hanem szép lesz, jó lesz. Hogy jó lesz. Nekem van kedvencem közülük. A melyik? A tűzijátékok közül? Vagy? Igen. A piros robbanós? A delfinás csúszdák. Fogadjunk, hogy amilyen fűzfákként így lelombozod, és aztán még így villog. Nem, hanem amelyik folyik le a hídról. Az az orrot. Tehát ami nem is fönt van, az hanem... Az orrot szólt. Igen, az orrom a szénon áthakott. Ami dől le, mint egy ilyen... A görög tűz. Igen, tűz, mint egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen vízesés. Az a görög tűz. Na hát az nagyon... Na, az olyan nem lesz, az lenni. Nem fér be a 150-ben. A gyerekek, az nem fér bele. Az a végén szokott lenni a Lánchídon is, fönt a Citadellánál is, az az úgynevezett görög tűz. Na, az annan nagyon... tudod, menjél haza. Ott az a vége. Rohanjál, még fölférsz a hévre, nem? Az azt jelenti. A legnagyobb? Elmegy a legnagyobb durranó, és utána jön a görög tűz. Igen, jön a görög tűz, akkor tudod, hogy szépen végem. Ugye mindig alázenélik is, ezt tulajdonképpen általában a hangszórótól 10 méter állok, már sose hallják, de mindig elmondják, hogy most nem tudom, éppen most nem tudom kinek a zenéjére. Zenéjük a tűzijátékot, na hát ebből ember nem hall senki semmit. 20-an, akik ott állnak pont a hangszóró mellett. Én legalábbis egyszer hallottam a zenét. Hallottátok a zenét? Nem. Sose tudtam olyan helyen állni. Na ezért érdemes tévében nézni. Igen? Vagy viti ki magaddal. Egy darabig az volt, hogy a Kossuth is adta a zenét. Az mekkora volt. Hallgatod a Kossuth rádiót, és azt mondják, hogy most a tűzijáték aláfestő zenéje következik. És csak a zene ment? Csak hát ugye a rádióban. Te meg pukkaltál néhányat. És most csukjuk be a szemünket. Igen, de hát ne, ha nem, ha kint álltál rakparton, akkor kis rádión tudtad. Igen, hát így is. Most kiviszed az okostelefon, fölrakod a fülest, headsetet, akármilyen nézed és hallgatod egyben a tűzijátékot. Micsoda élmény. Csodálatos lett. Jó lesz. Jó így lesz. Van, de akit érdekel, ez mindenképpen menjen el, nézze meg, szórakozza jól. Viszont kértünk valamit az egyik kedves hallgatónktól. Nem mástól, mint ez Dávidtól. Igen, akit látta. Láttad? Igen. Na és? Mi a vélemény? Ugye ez Dávid meg szeretne tanulni teniszezni Balázs segítségével, és gyakorlatilag ez a fajta ilyen kis távtanítás már egy ideje zajlik kettőjük között. Ütők megvannak, labdák megvannak, akarat megvan. A mester, a professzor megvan. Igen, egészen jól üti azt a labdát. Az ütögetős videót mondod, igen, amit elküldött? Igen, igen, nekem egy picit úgy is tűnik egyébként, hogy nem egy két balkezes srácról van szó, tehát, hogy mintha még valamiféle előképzettsége még talán lenne is, mert hogy rak bele különböző ilyen kis trükköket, csavarokat, forgatgatja azt az ütőt. STB. Nekem is úgy tűnik, hogy ő nem kezdőjátékos. Legalábbis nagyon-nagyon sokat pattogtatta a labdát. Picit azt érzem, hogy te meg fogsz valakit tanítani 3 hét alatt. Igen, valószínűleg ez Dávid egyébként egy jó játékos, aki most eljátsz, hogy a nulláról indul. De ez nagyon szórakoztató. Mindenesetre a videó az
alapján azt mondom, hogy az ügyes. Milyen e-mail címről jött a nosai@gmail.hu vagy com, vagy mi? Szeles Monika a kuka.dot, nem tudom, com@gmail.hu. Szóval, hogy ügyes, ügyesnek tűnik. Legalábbis a labdapattogtatás az jól megy neki. Úgyhogy tovább kell lépnünk. Kell most már egy teniszpályát találnunk neki valahol. Vagy felrajzolták neki a kertjében. Nem léphetsz most. Hát most már ne kell menni pályára. Hát most jöjjön az a fajta pattogtatás, amikor forgatod az ütőt. Azt már csinálja. Ja. Azt küldte el videóba. Igen, az már megvan. Most már kell neki egy... Hát én nem gondolom, hogy egy egész pálya, de egy fél pálya és téglafal. Én levenném a kezem róla, ugyanis megszegte a szabályokat, azt kérte tőle, hogy egyoldalas patát, hogy csak tenyeressel, vagy csak nem leszek edzőbe. Tehát az, hogy ő túl teljesíti, az de lehet, hogy zavarba jött. Aha, és ennyire jó lett hirtelen. Megijedt. Lehet, hogy megijedt. Jó, hát ha majd ír SMS-t, akkor majd megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. Most valószínűleg igen, egy ilyen téglafal elé kell zavarni, és akkor megpróbálni szépen visszaütni helyes ütőfogással az ütőt, illetve az ütőt, nem a labdát visszaütni, és akkor azt is elküldi videóba, aztán megnézzük, hogy megy neki. De láttam a videót, tegnap megnéztem én is. Egészen meggyőző egyébként. Láttátok a bolygó együttállást? Nem néztétek? Hát amikor én este ránéztem 11-kor, van egy ilyen applikációm, ami megkeresi ezeket. A, igen. Nagy, akkor már régen lent volt a horizont alatt. A vonal alatt volt? Igen, most azt olvastam, hogy ezt hajnalban lehet látni, tehát most reggel kell most volna megkeresnünk. Nem álltam meg megnézni, de hajnalban nagyon szépen látni, igen. Csütörtök reggelig van. És aztán eltávolodnak egymástól ez a Vénusz meg a Jupiter. Este eszembe jutott, mert ugye tegnap mondtad ezt adásban, hogy ilyen bolygó együttállás van, és akkor rákerestem, de akkor már sajnos horizont alatt volt. Az nem jó. Nem. Az bejelzi ezt a vonalat, és akkor igen. Igen, és most hajnalban lehet látni, vagy lehetett, mert most már nem. Viszont holnap, augusztus 20-án ezért fölkelek 5-kor. Uh-huh. Jól teszed. Szerinted hihető. Jól teszed, és hajrá. Egyébként tényleg szép, én se láttam, fotókat láttam csak róla, de nagyon szép, nagyon közel van a két bolygó egymáshoz, nagyon jól néz ki, ritkán. Ritkán látni ilyet tényleg egyébként. Jól van, hát tudom, hogy mi volt tegnap, úgyhogy a játékkal kapcsolatban, gyerekek. Kijöttünk a gödörből, az látszik? Hát annyi, olyan íve van a játékodnak, végre fölfelé kanyarodó. Igen. Végre elindultunk fölfelé. Ne, hát te indultál el, mi eddig is fenn voltunk. Igen. Egy nóra vezetünk, ugye? Bizony, bizony, nagyon izgalmas lesz a hét. Ami hát, még ez a nap. Konkrétan ez a nap, igen, mert hogy nem vagyunk, igen, majd erről beszélünk, nem vagyunk szerdán. Hát szerdán senki nincs, mondjuk. Csütörtökön és pénteken. Úgyhogy, hát ez egy ilyen mini hét. Gyerekek, lehet jelentkezni játékra. Mi van, most kikapunk, akkor egy döntet lehetünk is lesz, beszámoljuk, igen? Igen. Ha igen. Van már olyanunk. Ja, tényleg van döntet már. Lehetünk, igen. Vagy az van, hogy akkor bátrak vagyunk, ha döntetlen lesz, tehát ha a hallgató most megnyer, és játszunk még egyet. És akkor tolunk még egyet. Igen, csak ott annak a veszélye is megvan, hogy elbukjuk azt. Jó a döntetlen. Jó nekem. Ismerve az eredményeinket, szerintem, gyerekek, jó a döntetlen. Jó van, lehet jelentkezni játékra. Jó, SMS-ben, ugyanúgy, mint régen, tegnapi nap volt csak kivétel. 1-0-ra vezetünk, aki akar játszani, írja, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt 48 perce. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Gyerekek, újra visszatért minden a régi kerékvágásba. Végre Zab. Végre megcsináltam. Zabilla. Egy falatot? Nem, köszönöm szépen, nem bírok ilyenkor. Kokusztejjel van. És egy kicsi víz is van benne. Aha. Sajnos csak kokusztály nem annyira jó bele, mert elveszi az a vízét, de ha gondoljátok, feladatot? Nem. De jól néz ki. Hű, most majdnem kiborítottam a kefére, mert új kefír, menj innen, gyere Zab, gyere. Ugye mennyire jól néz ki? Hát gyerekek, nem szép, azt aláírom. Aha. Uh-huh. Nem szép. Mikor jutsz el odáig, hogy például amikor kitelepülésre megyünk, akkor kis zabcsomagok lesznek nálad. Tegnap kaptam az egyik hallgatótól. Igen, hoztak zabot, és odaadtam a lányoknak, hogy majd ők behozzák nekem, hogy egyszerűbb legyen így tulajdonképpen, és egy csomag zabot a kezembe nyomott. Ott Debrecenben, amíg dedikáltunk. Mondta, hogy hozott zabot, de drága, vagy hátravittem a sátorba a többi csomag közé, amit mindig majd később megkapunk. Úgyhogy... De jó. Teljes kiörlésű, ami német, vagy nem is tudom, milyen típusú zab volt. Úgyhogy nehogy már az legyen, nem tudok zabot enni. Egy ilyen kilós, mint egy ilyen kilós liszt, úgy nézett ki. Balázs, hoztam neked Czárte Haferflocken. Nem köszönöm, hogy a zabot szertem. Ez ugyanaz, ja? Német. Na mindegy, jó. De nagyon boldog voltam, nagyon örültem neki. Ott nem ettem belőle, mert nem akartam kibontani, hogy a szemét széthulljon, de ma a tegnapi adagomat is bekevertem. Aha. Tehát ma dupla adag. Ma dupla adag zab van, gyerekek.
Jó, ha megkívánjátok, vagy van egy tiszta kis kanál, és belenél, nyugodtan. Na, akkor már mi nagyon öregek. Drága. Jó, ha úgy érzitek, nem kell tőlem kérdezni, nem vagyok Zabiri, ide jössz, beleszel, mész tovább. Semmi. Jó? És csak azt veszed észre, hogy utána egy pár perc, hogy kicsattansz az energiát. És meglátod, hogy hihetetlen energikus leszel. Jól van, megnézzük, jó, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Attila vagyok. Hello, Attila! Attila, honnan jössz minket? Debrecenből. Debrecenből. Ott voltál esetleg tegnap? Nem tudtam, sajnos dolgoztam, mint ahogy most is. Na, hát milyen korán már dolgozol, mit csinálsz? A bolti eladó vagyok ilyenkor. Aha, milyen bolt? Élelmiszeripari bolt vagy? Élelmiszer, így van. Zabot árulsz? Zabotok van, jó zab? Van zab is. Jó ki zab-e? Jó az. Ja, és akkor nem is tudtál tegnap se jönni, mi? Nem, sajnos. Nem, muszáj volt dolgoznom, mert utazom el, aztán máshogy nem tudtuk megoldani. Ja, hogy kis Szabi? Hát egy kicsi, így van. Na, hova mentek? Svájcba. Ó, ja, jó. Hát az jól hangzik. Hát mit csináltok ott? Debrecennek vagyok én, szurkolója, aztán csapatot azt kísérjük ide-oda, úgyhogy most ott lesz majd ligaselejtezőjük, ugye Európa Liga, és akkor városnézés, meg egy meccs megtengítés lesz a program. Az menő. Azt hittem, hogy az van, hogy kimentek ilyenkor csak a meccs, és azonnal jöttök vissza. Mert az mondjuk így elég nagy képű, de ha már megnézed a várost is, meg egy kicsit kirándultok, az jó. Hát az úgy lesz, már reggel ott leszünk, és akkor egy egész napos városnézés, utána este meccs, aztán indulás haza. Az menő. Hát ha nem rabosítanak benneteket. De jók lesznek. Ha nem kezdtek el ott törni, zúzni. Igen. Mit játszik a Debrecen? Focit, azt tudom, de miért megy Svájcba? Mi van ott? Európa Liga selejtező. Így van, ha most sikerülne valami jó eredményt összeszedni, meg még ugye itthon is, akkor lenne ismét egy Európa Ligás főtábla, de hát a 30 éve lassan a magyar foci feltételes módról szól, úgyhogy persze megértem. Hát, figyelj, most az utóbbi években, ha azt nézzük, Debrecen azért elég sikeres volt, mert volt egy BL főtábla, meg egy Európa Liga főtábla. Na. Hát nem rossz. Egyébként. Nem rossz, bár most a bajnokságot elég gyengusan kezdtétek. Ugye? Igen, mondhatjuk így is. Na jó van. Kivel szeretné játszani? Veled, hogyha már felüldi a lóra, akkor hát se sikerülne most mégiscsak visszalelőkni róla. De én most már egy hetem mindig én játszom. Szinte. Hát nem baj. De most tegnap úgy érezted, hogy elkaptad a fonalat, akkor nézzük meg, hogy valóban vagy csak egy ilyen kis siklás volt. Az csak egy egyszeri kis felüdülés volt. Jó, hát figyelj, még döntetlenre már nagy baj nem lehet, mert maximum döntetlenre hozom a hetet saját magammal. Egy-egyre zársz, az nem rossz. Hát meg a debreceniekkel is így ezen a héten akkor. Az nem, most olyan nagy baj már nem lehet. Jól van, oké, felkészültem. A Jani? 3-2-1 fejlőd! Itt vagy, Attila? Hallasz? Itt vagyok, hallok tökéletesen. Na, hova mentek Svájcba helyileg? Melyik városban? Bernbe, a fővárosában, Bernbe. Bern, az szép. Voltál már? Eddig még soha nem jártam Svájcba. De kár érte. Húj, de kár érte. Ki hozta a hetet? Gyereke, ki ült vissza a lóra? Hát te! Ki az, aki megnyerte egymás után a második játékát? Hát az Istenem! Istenem, pedig féltem kicsit, hogy a magyar fociról kell majd hosszan beszélgetni, annál jobban engem nem lehet semmivel kínozni, mint hogy egy percig folyamatosan a magyar futballról beszéljek. De nem kellett. Nem kellett, mert kimondod a nevet. Pedig nagyon biztatóan kezdtél, Attila, meg volt a megfelelő lezserségi szint. Kicsit meg is ijedtem, mondom, túl magabiztos. Aha. Lehet, hogy tényleg jól játszik. Gyakorolt. Kikerült az első csapdát, kikerült a másodikat, de a harmadikat már nem tudta kikerülni. Ennyi. És 10-ig ez fog menni. Atya úr. Attila, hát mondanám, hogy sajnálom, de hát miért hazudjak? Ugye? Nem szoktam hazudni. Köszi a játékot. Én is köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Szia. És ez a 2-0. Ez az. Egy gyönyörű győztes hét. 100%-os teljesítmény egy hétig. Így van, egy gyönyörű tegnapi nap után egy nagyon szép mai nap. Gyerekek, hát 2-0. És vége a hétnek, mert hogy szerdán nem, illetve csütörtökön és pénteken se vagyunk. Kicsit még szabizunk. Úgyhogy
bezsákoltuk. Bizony. Bezsákoltad. Hát ez közös, ez mindig közös érdem. Hát ez mindig csapatként megyünk harcba. Tehát ez nem egy egyéni győzelem, bárki lövi a gólokat, ez mindig csapatbajnoksággá válik a végére. Hát, te jó volt. Te tényleg egyébként. Jó volt? Bizony. Nagyon ügyes voltál. Ugye? Igen. És ki hozta mind a két pontunkat? Én. Ja, gyerekek, egyébként kijár, tehát most tényleg ennyi kijár, hónapok óta hullámvölgyő vagyok, tényleg, olyan hullámvölgyő, amiből ember nem tudott fölállni, úgyhogy ez abszolút. És most megrázzad magad, és ki nyerte a hetet? Mi? Mennyi így az összesítésben? Most egy picit elhúztunk, várja, Anna írja már. Szerintem egy picit megléptünk, a nyakunkra jöttek, de most ilyen 14... győztes hét, nekik mondjuk 8-2 döntetlen, tehát valahogy így állunk most jelen pillanatban. Na, aha, 19 hét. Aha. És 12 hetet nyertek ők. És 2 hét döntetlen. Ez is benne van. Hát már a 19. hétben. Ez elég pozitív mérleg. 33 hét ment el a gyerekek az évből? Ne is. Túl vagyunk a felén ennek az évnek is. Jézus Isten, 20 hét és vége az évnek. Ja. Atya úristen. Én az augusztusban ezt már kitaláltam korábban, vagy sejtettem legalábbis, hogy a felén már túl vagyunk, de igen, ez így van. Tegnap mondtam a Vikinek, hogy lassan fűteni kell, gyerekek. Már hogy hűvösödnek az éjszakák, mert annyira lehűl a ház éjszaka, hogy be kell kapcsolni a fűtést. 14 fok volt reggel, kint vidéken. Nem annyira jó. Valamelyik nap egy rutinból nyitva hagytam az ablakot éjszakára, hogy szellőzzön. Hát basszus, reggel ilyen komolyan mondom, hogy deres volt a szemöldököm. Nagyon durván hideg volt. Igen. Szerda, csütörtök, péntek láttok olyan játékot, amire a hallgató nyer, és miénk a hét. Aha, nyilván ez lesz. Igen. A gépfegyvert nyomjad, Bali. Na, gyerekek, minden van. Teljesen be vagyunk tárazva. Jól van, na, nézzünk gyorsan még egy-két közlekedést, mert ugye mi hallgatóim már ilyen korán reggel küldtek nekünk, és az jó. M6-os 50-es kilométernél most készülnek a felüljárón fotózni. Ezt Laci küldte nekünk. Van egy trafik szintén a 185-ös kilométernél az M3-ason Budapest felé. Ők, igen, azt nem mondom, hogy mit csinálnak. M2, ott nincsen semmi. És csak úgy mondtam, hogy összezavarják benneteket. Az alagút ma már le van zárva, erre nem érdemes autózni. Erzsébet híd jól járható. Ezt Joe küldte nekünk. Nadal csuklósérülés miatt nem indul a US Open-en. Fédi visszavág a Gyokónak a döntőben, írja valaki. Hmm. Igen. Egyébként tényleg nem indul. Visszalépett, a Facebook oldalán közölte. A Florián téren a Vörösvári út fel van mondva, mindkét irányban három sávból csak egy használható. A reggeli csúcsban hatalmas lesz a torlódás, aki teheti, kerülj el. Ezt pedig Perec küldte nekünk. Igen, Nadal visszalépett, gyerekek, tényleg. Beteg? A csuklósérülése van, az edzése megsérült, úgyhogy Gyokor, vagy Rogernek ez nagy lehetőség. Gyokor nagyon rossz formában zárta az ATP ezreseket, a Masterseket, úgyhogy Murray sehol nincsen. Úgyhogy Rogernek ott az út. A Rogernek már vége, te is tudod. Konkrétan Roger hétvégén nyert Cincinnati-ben. Hát mert oda tettek valami kezdőt. Valami hülyét. Persze, adjad már, Cincinnati-ben nem is lehet játszani. Gyerekek, Roger megnyert egy ATP Masters, Wimbledonban döntőt játszott, tehát megint ihletett formában játszik az öreg, csak ezt kell, hogy mondjam. Ihletett formában van. Jó, majd úgyhogy, amikor jön a döntő, és ott lesz, akkor majd beszélünk róla, és megteszünk tétjeinket. Jó, megteszünk. Vagy nálpapírpénzt. Megteszünk, mert megnézem a sorsolását, mert nem tudom, milyen ágon van, attól függ. Igazából. Itt is van egyébként, olvasom is. Siento annunciar que no podré particiar NLUS Open. Ezt írja? Ez az. Ezt mondta Nadal? Itt van, szó szerint. Tökéletes. Tökéletes a spanyolod. Egy perc, pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, úgy pontosan 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, látom, hogy jönnek az új tankönyvek, gyerekek, mindjárt beszélünk erről is. A hét utolsó napján vagyunk abból a szempontból, hogy ugye holnap augusztus 20, tűzjáték, csimbum cirkusz. Vagy nem. Vagy nem, ugye, hát ezt egyelőre még nem tudjuk. Meteorológusok csapnak össze és vitatkoznak azzal kapcsolatban, hogy lesz-e tűzjáték, vagy nem lesz. Mi majd megnézzük aztán a végeredményt. Ha lesz, megnézzük, ha nem lesz, nem nézzük. Megnéztem, tényleg ilyen 150 körül van, gyerekek. Uh-huh. Ez egészen baráti. Egészen baráti. Csak azt nem tudom, hogy éget be nekem ez a sok milliárd, vagy egy milliárd. Volt, amikor ez ennyi volt, emlékeztek? És nagy feláborodás is volt belőle, és mindenki azt mondja, miért kell ilyen drágán tűzjátékot csinálni. Aztán kiderült, ez egész megcsinálta most ennyiből. Aha. Most ilyen tényleg megnéztem. Olyan szép. Egyébként szerintem igen, mert tavaly is tök jó volt. Meg tavaly előtt is ilyen 150 millió körül van. Akkor csak egy rossz régi homályos emlék ez a
egymilliárdos tűzijáték. Igen, megszoktuk már, hogy mindig ilyen összegek repkedett. De nem, ez nagyon barátságos. 150. Viszont én kicsit csalódott voltam a tegnapi nappal kapcsolatban, a debreceni kitelepülésünk kapcsán érkezett egy információ, úgy emlékszem az egyik hallgatónktól, hogy a Mokka ott lesz Debrecenben. És picit vártam, hogy majd ott lesz a lehetőség, hogy megint bekerüljek a TV2 híráramába, hogy újra ott lehessek képernyőn, ott is lehessek képernyőn, sőt, még Balázs is azt mondta, hogyha adott esetben sor kerül egy ilyen kis gerilla akcióra, akkor ő is benne lesz. Na most marhára nem voltak egyébként ott. Úgyhogy dezinformáltak minket. Én megnéztem egyébként, tehát én direkt készültem rá. Már vasárnap elmondom, igen, meg felveszem a szebbik ruhámat. Aha. Érte, nem, lehet, hogy ott voltak, csak nem a Kossuth téren voltak, vagy a Kossuth tér a másik oldalán nem voltak? Voltak ők ott. Nem voltak ott? Egy nap a korábbi ilyen spotot láttam tőlük, vagy ilyen kis, hogy hívják, ilyen kis reklámozó történet, és akkor azt mondták, hogy stúdióban. Aha. Tehát bent, ugye a Róna utcában is, nem pedig Debrecenben. Ó, de kár. Tehát akkor lehet, hogy beszéltek a virágkarneváról, de nem voltak. Hát, hogy megrettentek. Nem akartak kockáztatni. Nem akartak még egy berohanás. A gyerekek, az is lehet ám, hogy hallották, hogy mi be akarunk rohanni, ugye, most együtt, és azt mondták, hogy nem kell itt, mondjátok le, nem megyünk. Nem kell itt a balhé. Érted? A Csimbum cirkusz. A Csimbum cirkusz, még a végén kiszámlázok nekik valami szereplést, nem? Hát. Megkaptak egy számlátot az RTL-ből, hogy ezt én nem tudom, mi TV2 szerepléssel, érted? Hát lehet, hogy lemondták ezt a programot. Nagyon nézett, néhány másodpercet szerezhetünk volna nekik. Sőt, valószínűleg egy nagyon komoly karriert futott volna be a berohanásunk. Azt nem tudom, hogy mit csináltak volna. A rendező, aki bent ül a vezérlőben, az mutatta volna a vendégképet inkább, ha mi mondjuk fölbukkanunk Zsuzsi mögött, vagy leülünk, és üldögélünk a Kárász és a Zsuzsi között. Uh-huh. Vagy az ölébe ülünk a Kárásznak, vagy mertek volna mutatni? Mert szerintem hirtelen... Én a Zsuzsinak. Te a Zsuzsi ölébe, én a Kárászra, igen. Hirtelen... Szerintem az lett, hogy a rendező, nem mutat, adják közel itt a vendégről, közel, mutassa, nem tudom. Tehát indult volna a kavar, ugye? Bár amíg leesik, hogy ki valaki berohan, mire átvágja a képet, mire szól, tehát hogy megnyomja azt a kameraképet, addig lett volna időnk. Aztán utána lehet, hogy vendégszűket mutattak volna. Beadtak akkor... volna ilyen terelő felvételeket, tudod? Igen. Hirtelen. Gyorsan valamit a főnökságokról, valamit a Hortom egy 9 lyukhídról, hogy valamit rakjál már be gyorsan a hangot, és húzd le ki. Biztonságiak! Lett volna egy jó 10 másodpercetek szerintem képernyőn. És simán lehet, hogy kirángatott volna a biztonsági őr. Tehát úgy jött volna, neki se esik le az egész hirtelen, csak azt látja, hogy két csávó berohan az adásba. Átszázni kellett volna magunkat, hogy tereljünk egy kicsit. Én kölcsönkértem volna a Feri egyik ingét, felvettem volna az egyik baseball sapkámat, és akkor hátulról úgy néztem volna, mint volt Tritko. Trütko, nem te vagy ezen a héten, nem te vagy, menjél haza aludni. De nem jó az álcázás, azért nem jó, mert tulajdonképpen a biztonsági őr rátok néz, és azt mondja, hogy hát ők is tévések, jó vannak itt. Mondjuk ez is igaz. Tehát csak kicsit aztán csatorna keveredés, az ott már észbe kapott volna, de egyébként meg hát láttam már tévében. Hát igazoltunk, tudod, Nóri. Na, megvan már. Nem van már a trójai faló. Már bent vagyunk, igen. Na mindegy, szóval ez tegnap nem sikerült egyébként, kicsit én sajnáltam, eszembe jutott hazafelé. Tényleg mi van ezzel a berohanással, de én sem láttam ott. Azért egy közös selfie, mondjuk jobbról balról leültünk volna a Zsuzsa mellé, és akkor jó szorosan, és gyorsan csináltunk volna egy selfit. Ketten nagyon vigyorogtak volna a képen. A harmadik már talán nem annyira. Ő nagyon riadt lett volna, szerintem. Nem is tudom, hogy tudta volna ezt lereagálni élőben. Mit kell ilyenkor mondani, Júj? Mit mondjak? Nem itt ezzel bármi baj lenne. Miért ne bukkatnánk föl? Miért? Nem? Érted? Most Jimmy John berohanhat bárhova? Mi nem? És veszik a lapotok, akár ezt, gyertek, srácok, üljetek le, aztán beszélgessük, mit csináltok itt. Nem? Kicsit leülünk, elmondjuk, hogy... Lehetek, mi a helyzet. Velünk mi a helyzet, mit csinálunk, miért vagyunk itt. Tervek a jövőben. Őszi. És most. Igen, összehasonlítjuk az őszi program struktúrákat. Elmondják ők, hogy mi lesz, elmondjuk, mi lesz, és akkor megbeszéljük, aztán távozunk. Nem? Ez jó lett volna. De nem voltak gyerekek, úgyhogy ez sajnos elmaradt. És most sokáig nem is leszünk élőben. Mármint, hogy ilyen kitelepülésen nem nagyon leszünk. Nem. De akkor figyeljük, hogy ők hátha mennek valahova, és akkor oda rászervezünk mi is. Vagy oda rákomandózunk valahova. Szabadság alatt is meg lehet találni. Gyerekek, mindig azt mondom, sose késő felülni, és 40 éves fejjel berohanni egy kereskedelmi tévéképében, nem? Hát ezt, mint a 8 évesek is csinálják már ezt, mert már nekik is azt mondják, hogy jó, hagyjad már, ezt már nem csinálom, de mindezt 40-45 éves fejjel ezt még simán. Simán szeretjük. M6-oson az 50-es kilométernél nincs trafi, kamuhír volt. Rendben van.
Hát most Krisz, köszönjük szépen. Valaki egyébként látta őket, mert nem mondom, hogy hol. Azt mondja, hogy Istenhegyi Nárci sarkán van egy trafi király. Kaptuk ezt is SMS-ben. Farád, belterületén babakék transporter, szintén, mint mindig. Pécset a Siklósi úton fordítva látja a világot egy autó. Ó, ez nem hangzik túl jól. De ne is az 50-esnél keresd, mert hogy nem ott volt. Én nem azt mondtam. Mondom egészen pontosan, hogy mit mondtam. Én azt mondtam, hogy az M6-os 45-ös kilométerénél a hídról mérik a Budapest felé haladókat. Azért az 5 kilométer, hát az 50-esnél ne keresd. És most szaladtál bele. Igen, és míg ezt SMS megírtad, akkor éppen most szaladtál bele. M6-os 45-ös kilométer, így van. Ezt egyébként többen is elküldték, úgyhogy lehet, hogy ott van valami tényleg. Trafi a 185-ös körnél, M3-ason Budapest felé. Ezt is SMS-ben kaptuk. És valaki írja, hogy vézolikát a tűzjátékra. Hát, gyerekek. Hogy kifújta tegnap a szakmaórát? Gyönyörű. Nem? Nagyon. A legszebb pillanat volt, ahogy ment ugye a felvétel, mert hát CD-ről dolgozó Zolika, és ő pedig önfeledten dobálta a frisbieinket. És elfelejtett énekelni. Ki akart annyira élvezni minden pillanatot. De az a jó, ha nem énekel, akkor is megy az ének. Persze, igen. Tehát, hogy olyan playbacket hozott, ami nem csak fél playback, hogy zenei alap, hanem ő elhozta a teljeset. Hát nehogy kiessen a szövegből, érted? Hát bocsánat, hát ez egy olyan üzembiztos fellépés, amit semmi sem zavarhat meg. Nem. Érted? Elájul, elesik, rosszul leül. Az emberek nem mehetnek el csalódottan. Ők hallani akarják a nyárslágerét, és hallották is. Igen. Gyerekek, költöznek a gólyák, mert rossz idő van. Ennyire hideg van. Hogy lehetne ezeket a gólyákat még itt tartani? Miért mennek már ezek augusztusban? Hát igen, csippel felszerelt gólyák ezek, figyelik őket, és hogy ők leálltak. Már hogy elmentek. Azt mondják, hogy köszönjük szépen, ebből ők többet nem. Fogták magukat, és elkezdtek elrepülni. Ez a hely sem már a régi. Igen. Normálisan nézed, mi is bezártuk a klasztérat, minek maradjon. Érted, meg volt az utolsó állomás, vége a nyárnak. Nem? De, és hogyha befűtik azokat a kéményeket, amiknek a tetején vannak a gólyafészkek, akkor sem? Aha, a kéménynél oké, az jó, na, de ami a villanypóznán van, azzal mit csinálsz? Elektromos fűtés? Hát, igen, jogos. Honnan a fenéből tudja a gólya, hogy mikor kell menni, hogy jaj, fázom, elindulok? Uh-huh. Még jaj, hideg van. Tudod? Igen, még az sincs a gólyánál, hogy egyik lábáról a másikra áll, hogy toporog, mert hideg van, mert ugye ő mindig egy lábon áll. Igen. Tehát abból se tudod. És akkor ő se tudja. Deresedik a szárnya vége. Uh-huh. Fölér a fagy a térdéig? Na, miből tud? Fázik? Hogy fázik egy gólyár? Van tolla, az csak melegít. Ropognak a békák, amikor megeszi őket. Igen, az mondjuk igen, az már jelzi. De tényleg, tehát, hogy neki hogy gondolom, hogy van egy valamilyen változás az ő szervezetében, ami indulásra készteti, nem? Tehát gondolom, hogy valamilyen hormonális dolog lehet. Belülről szól valami. Belülről megszólal indulás. Valamilyen ösztön, hogy indulás. És akkor elindulnak. És a kis gólyával mi van? Azok vannak már olyan erősek, hogy menjenek? Hát, ez meg apádat így látod elrepülni. Micsoda, azt mondsz az öcsének, hogy hova megy? Nyugi csak kajáthoz. Soha többet nem jön vissza, tudod? Ennyi. Fater elrepült. Még anyád ott van egy ideig, kicsit megrázza magát. Na, jöttök vagy maradtok? Nézd csak át a toronyórára, nem kellett volna visszajönni. Jöttök vagy maradtok? Figyelj, édesöcsém, figyelj, hát ezek már egy 8 órája nem jöttek, nem hoznak. És ezek úgy szépen elrepülnek, hogy oda szólnak a fiókáknak, hogy kvagy, kúgy, és akkor irány Afrika, csomagolját, hogy gyerekek, indulunk, vagy ez hogy van? Uh-huh. Vagy repteti egy kört a kis gólyát, és azt mondja, hogy hát figyelj, repülj egy kört, megnézem. Ha vagy olyan erőben jöhetsz, ha nem, akkor meg itt marad. Nem látok itt hagyott gólyákat egyébként. Addigra nekik ennyire meg kell erősödni, hogy mikor születnek? Ezek megszületnek májusban, és már augusztusban repülnek? Most ez már túl szakmai, ez a kérdés. Június vége. Igen, akkor június vége? Hát jönnek tavasszal, március, áprilisban van inkább gólya. Meddig terhes egy gólya? Ugye? Ugye? De és ráadásul az van, hogy belül van a tojás, akkor terhes, de kirakja a tojást, akkor ő még terhes, hogy a tojás kívül és van. És ott még mennyit ül a tojáson? Na? Hát, mennyit áll a tojáson pontosabban? Ráül, nem? Vagy áll? Na, a tál fölött állandóan. Igen? Még azt látom. És ha például itt kell hagyni a kis gólyát, akkor befordítja irányba, hogy arra van Afrika, ha megerősödnél, akkor arra indul. Akkor erre gyere. Aha, vagy hagyott neki egy etiket szetlit a hűtőn. Én számomra az is döbbenet, hogy az is döbbenet, ahogy ők elrepülnek Afrikába. Tehát az itt földobnak az égre, adnak rád két szárnyat, hogy repülj el Afrikába, azért nagyon kell koncentrálni. Ideig figyeled a Dunát, nézed, hogy hol vagy, ez most melyik tenger lehet, de azért nagyon kell kolbászolni. Igen, hogy... előttem van egy szakát a mögött dél. Igen, merre repüljél, hogy oda érjél Afrikába, de meg csak úgy elrepülnek. Afrikában van ugyanúgy fészke, mint itt? Mert ugye ők ugyanide jönnek vissza, mindig ugyanarra a fészekre száll vissza a gólya. Lehet csak nem akácsból. Aha.
Na most ez is egy érdekes dolog ugye a gólyával kapcsolatban, ezt már sokat találgattuk. És adózik-e mind a két helyen? Hogy ő egy afrikai madár, aki ide átjön. Ez már érdekesebb kérdés. Afrikai madár is ide átjön, mert rohadt hideg van Afrikába, aztán megy vissza. Vagy egy magyar madár, aki aztán megy Afrikába, mert rohadt hideg van Magyarországon. Uh-huh. Az afrikaiak ugyanúgy mondhatják, hogy az övék a gólya. Ugyanúgy megérkeznek csak a gólyák odjan oda is. Ahogy ide is csak megérkeznek. De innen is elmennek, onnan is elmennek. Egy afrikai madár a gólya? Hát szerintem ahol több időt tölt, nem? Hát fele-fele. Hát megjönnek április körül, elmennek mondjuk szeptember, vagy megjönnek mondjuk április elején, elmennek, ha jó idő van, szeptember végén, az nagyjából 5-6 hónap, és kb. 6 hónapot vannak itt-ott. Kettős madárpolgár. Igen? kettős madárpolgárról beszélünk? Mi van, egy gólyábolás lesz? Na most kérdezem, hogy mi van, most csak érted. Akkor ne ölelgesd, ne sírasd meg, ne csókolgass, megesznek ha, ott, ha elpusztul. Elrabolnak ott valami kis Sierra Leone-ból, vagy egy kisfiút, érted, azt megeszik, aztán hozza a gólya, de bolát. Ő hozza a kisfiút, nem rabolja el. Nem úgy értem, hogy hozza, hanem hogy mondjuk megeszik a vérgólyák. Aha. És az ebolában. És tavasszal visszajön. És tavasszal az összes berepülő gólyát meg kell állítani a határnál, és karanténba rakni őket. Hát vagy ne engedjük ki őket. Fűtött fészket mindegyiknek, maradjanak itt. Hát ne menjenek az ebolás területre. Vagy indítsák a grippeneket. Ugye szedd le. Hőkamerás felvétellel kell majd a gólyákat megállítani. Ugye, hogy mennyi minden nem tudunk a gólyákról? Nagyon. Ugye? Nagyon. Én most picit kellemetlen is érzem magam. Ezt a tudatlanságot. Igen. Hihetetlen, hogy milyen keveset tudunk a gólyákról. Vajon érzi, hogy most már nem sokára indulok? Tehát mocorog, most már úgy. Szerintem igen. Verdes a szárnyával, kicsit türelmetlen, mert tudja, hogy két nap múlva indul. Vagy csak föl kell beleszimatol a levegőbe, megvonja a vállát, nagyon menjünk. Csap kettőt, és elindul Afrikába. De nem lehet, hogy azért indul, hogy mert kevesebb itt a táplálék, vagy kevesebb lesz a táplálék a ideggel? Hát ezek a gólyák most elmentek. Hát azért még van béka, van szúnyog, van egy csomó minden, hát itt még nappal 30 fok van. Jó, a szúnyogból össze kell szedni, vagy 30 ezer darabot, hogy az egyik fióka jól lakjon. Mit teszik egy béka? Vagy mit teszik egy gólyán? Békán. Mindenki körül tudtam volna válaszolni. Igen, de a béka eszi a szúnyogot, tehát igen. Azért jó, hogy mondtam, ja, hogy a szúnyogot, mert kell a békának, kell a szúnyog, érted? Mert egyébként éhen döglik a béka. Szöcskét is eszik a béka. Szöcskét eszik a béka. Igen, de hogyha kevesebb a hang, tehát kevesebb a cirip és a kurutty, akkor szerintem akkor mennek el a gólyák. Tudti, hogy így van. Ha kevesebb a cirip, kevesebb a kurutty. Ha kevesebb a kurutty, kevesebb a kelep. Tehát világos. Föl kell a gólya az egyik reggel, és azt mondja, hogy aha, nem hallok már kurutyot. És elindul? Igen. Üres a hűtő, ez annyit jelent. Döbbenetesen okosak. És vajon az összes gólya elmegy ilyenkor, vagy csak a fázósabb gólyák mennek el? Hát van biztos hidegtűrő gólya. Érted? Tehát aki azt mondja, hogy nézd, a Józsi már indult, a hülye barom, nézd, még van 2 hét, és ő meg ott üldögél még, és elmegy 2 hét múlva. Vagy látja, hogy te Józsi elindult, hát készülj, anyjuk készül, még a kicsik, érdekelnek a kicsik, menjünk. És elindulnak ők is? Így van, kurulytalan a lég, vár a végtelen ég, ezt mondja magába. A költői vénával megállok kelem. Repülés közben alszanak? Nem átváltanak robotpilót. Érted? Hát azért lerepülsz Afrikába. Hát most mennyi idő? Elrepülsz egy földközi, nem tudom, tengeri szigetekre, vagy elrepülsz Spanyolországba, repülsz 3 óra. Hát most azért még ez lekelepeli magát oda Afrikába. Igen. Alszik út közben? Megpihen egy felhőn? Hát vagy ott alszik. Leszáll elégedetten oda a sásba, papírusznádba, aztán valamelyik helyi harc gyorsan. Felmarja, hazaviszi, hát odáig az azért az több hét, mire elér. Hát gólyát. Igen, azért mondom, azért ez nem úgy, hogy 800 km/h, ez csak 3 óra alatt mondjuk Hurgadába lerepül. Tudja, hogy megállott vagy valahol, Szudánba, vagy visz magával kis úti csomagot, hogyha megéhezik, vagy fog időközben békát. És állított békát. Aha. És vannak ilyen útközben gólyapanziók, ahol ők megállnak? Olaszország. Igen, ott van gólyapanzió? Hát tuti, hát az lenne a logikus. Az nyúlik be a legjobban a földközi tengerbe, onnan lehet elrugaszkodni, nem? Zsén, ott megállnak? Szicília legdélebbi pontjáról. Igen. Ugye, hogy mennyi minden nem tud az ember a gólyákról? Látod? Csak így elolvasom felszínesen egy hírt, hogy hát elindultak a gólyák, megrántod a vállad, aztán elmész reggelizni. És mennyi kérdés? És mennyi megválaszolatlan kérdés? A franciák felé nem repülnek, mert az konkurencia, azok is eszik a békát. leszedik őket. Na mindjárt minden megkérdezünk. Itt van Orbán Zoltán a Madártani Egyesülettől. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Ó, hát te mindig milyen friss vagy, kipihent. Mennyi minden tudsz a gólyákról. Tényleg elindultak már? Igen, általában 20-a körül szoktak elindulni. Aztán, amikor nagyon száraz idő, néhány évvel ezelőtt, akkor 2 méterrel indultak. Most pedig ez a hidegfront egy részüket elindította. De tényleg megvárják a tűzi játékot a 20-át?
aki el akar menni, az el is hagyja az országot. Aha. Te mit csinálsz? Úton vagy? Vagy szakadó esőben? Vagy olyan rossz a vonal? Nem. A kolléganyőtök szólt, hogy bekapcsolnának, és akkor leszálltam a metróról. Uh-huh. Itt vagyok a Félkálmán térről. Próbálok kisummantani a aha. metróból, bocsánat. És semmi gond, azt hittek, hogy zuhanyzó. Nem, érdekes a metró. Hangra is alá tudom nyomni a gólyák, mit csinálnak. Ja, olyan, mintha mozgólépcső ilyen 90 km per órával menne fölfelé, és menetszeled lenne konkrétan ilyen hangban. Igen, hiszen Szélkám. Erőből nyomtam fölfelé. Ja, hogy... Most már megszabadultam, bocsánat. Aha, egy kis edzés. Figyelj, igen. Ezek a gólyák, ezek lerepülik egybe a távot, vagy megállnak valahol pihenni? Nem így meg nekik egybe menni, mert nem kell sietniük ilyenkor már. Vannak olyan hosszú évszak óta megszokott pihenőpontjaik. Ülj le egy kicsit, nehogy itt szívinfarktus kapjál nekem. Van egy pad, valóban rodjál, mindjárt meghalsz. Nem, nagyon kemény vagyok. És ugye szolidaritás a gólyákkal, nagy baj legyen. Az úton szívnak, nem. Tehát ugye vannak olyan helyek, ugye ezek nagyon érdekes módon, főleg az arab térségben, ahol hát a szemétkezés nem egészen olyan, mint mondjuk Európában. Ezek általában nagyon nagy mocsarak mellett nagyvárosok szeméttelepei. Ugye hallottam, hogy mondtátok, hogy hallgatják a kurutyot. Ugye az érdekes, hogy a gólyák alapvetően nem halat és nem békát esznek, főleg nem ebben az időszakban, hanem rovarokat. De Afrikában a vonulási területeken sok törzs sáskamadárnak hívja őket, mert a táplálékuk több mint 90%-a, ha csak lehet, akkor ilyen száraz gyepeken szedegetik össze sáskák, szipolyok, egyéb ilyen... Tudod, ez kamu, hogy a gólya békát eszik? Ez egy ilyen legenda? Hát ez egy ilyen legendának is tekinthetjük. Eszik azt is, főleg a tavaszi időszakban, amikor ugye a békák előjönnek, ugye szaporodnak. De ugye alapvetően a gólya nem úgy táplálkozik és olyan területen, mint a gémek, kócsagok, aha. ilyen vizes részeken, hanem ő inkább a száraz, félig nedves gyepeknek a gázló madara. Ugyanúgy gázol, csak nem vízben, hanem magas fűben. És mi van a kicsikkel, akik nem tudnak még mondjuk augusztusban elrepülni? Papa meggondolta magát, azt mondja, megy. Akkor mennek a kicsik is, vagy ők később mennek? Ez, hogyha normális az idő, tehát az időjárás átlagos közel, mint az idei évben, akkor nem csúsznak meg a költések, nagyon kevés, és akkor tudnak menni együtt. Ez úgy működik, hogy általában július végén kirepülnek a fiókák, és akkor van még egy hónapjuk, hogy egyrészt ügyesedjenek, hízzanak, erősítsék a repülőizmaikat, és ilyenkor az öregekkel közösen alkotnak csapatokat. És ha lehet, akkor a gólya nem egyedül vonul, hanem tömegesen, és ilyenkor a fiatalok csatlakoznak az öregekhez. Ugye van egyrészt egy genetikai rögzültség a vonulásra, de nagyon sok benne a tapasztalati dolog. És hogy mennek az öreg rutinos csókákkal, akkor ugye megtanulják azokat a pihenőpontokat. Ugye a műholdadóból tudjuk, hogy tavaly ott is volt egy fiatal madár, ment, a Peloponészosz félszigető elindult, és neki vágott a földközi tengernek, és látott, hogy valami nem tetszett neki, mert félútról visszafordult, mert túl sok volt a kék. És visszament inkább, és utána szépen ment körbe a nem a tenger felett repült, hanem a szárazföldön. Tehát van bent tanulás. Kicsit újraindította a GPS, kicsit ott megijedt a tenger fölött. Szó szerint, és hát ugye nagyon-nagyon sok elpusztult. Tehát a műholdadóból tudjuk, hogy a gólyállományunknak, hát a fiataloknak, hát lehet, hogy a harmada nem tudja elhagyni Magyarországot, vagy akár Európát, mert egyszerűen elpusztul elsően áramítés következtében, elképesztő mennyiség. Lelövik őket a határőrök. Igen, hát nem, az inkább az arab térségben van, tehát a mediterrán térségben és az arab részen van ez az elképesztő mennyiségű mészárlás is, illetve hát vannak ilyen profán problémáik, ugye mondtam, hogy nagyon sokat szemittelepen vannak, ezeket gyakran felgyújtják az arab térségben, és akkor beszakad a madár lába, ez az égő íze, akkor leégnek a gyújjai, és akkor ott nyomorultkodnak. Tehát nagyon-nagyon sok. Gondoljuk el, hogy lemennek Közép-Afrikáig, vagy még délebre, iszonyatos távolság, háborús övezetek fölött, tehát csoda, hogy ennyi is túléli. Na most akkor magyar, a gólya magyar, vagy afrikai, mert ezen is beszélgetünk. Hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a költöző madaraink inkább afrikai tekinthetők. Oh. Ugye van olyan madarunk, a vonuló madár, ami mondjuk 2,5-3 hónapot van itt. Az év többi részét úton tölti, vagy Afrikába. Tehát bizony a madaraink túlnyomó többsége afrikai állat, ami ide jön költeni a nyári időszakba, és utána a
a minden évben megismétlő kisi korszak, tehát a tél elől húzódik le. Mondtam én. Délre. Én mondtam én, hogy nem egyértelmű magyar állat. Hát ide jön költeni, de visszamegy. Na de hát aztán ahol születsz, az hát magyar állampolgárokat szül, mert itt születnek, de ők mindig érte visszamennek. Na de bocsánat, ha téged megkérdeznének, hogy hol érzed magad jobban, ahol elüldögélsz egy kémének a tetején, meg van cirip és kurugy bőven, vagy ahol megvágnak, meg rágyújtják a szeméttelepet, akkor mit mondanál, hogy hova tartozol inkább? Hát akkor inkább imádom Szíriát, ott mindig leég a lába. Igen, hogy mindig lőnek rám. Kell a golyókat elkerülgetni. Még egy nagyon fontos szakmai kérdés van, hogy az a hír is igaz, hogy ő lapos tányérból nem tud enni, csak csőrös üvegből. És vendégül látta a rókát, aki pont itt tréfálta meg? Igen. Hát egyébként innen van ez a hal és a béka evés dolog. Egyébként lehet, hogy tudna enni lapos tányérból, csak viszonylag ritkán találkozik a problémával. Jó, megnyugodtam. Mert ugye a csipesszerű csőrével simán fel tudja szedegetni, hát gyakorlatilag borsó méretű kis rovarokat szedeget össze a nagy fűből üldözés közben, az neki nem jelentene gondot. Tehát, ember támadott már meg gólya? Van erről valamiféle dokumentum? Embert nem támad, mert ugye nem férünk be az arcába. Tehát miért támadna meg, hogy nekem repül? Mert hogy a vérgója, a híres mosomagyaróvári vérgója? Te említetted a vérgójákat egyrészt, másrészt meg én nekem gyerekkoromban mindig az volt a fixa ideám, egy ilyen kényszerképzetem volt, és ezért kerültem mindig a villanyoszlopokat vidéken, ahol fészkek voltak, hogy egyszer lerepül, és így átszúrja a fémet, hogy én leszek, ha valakit megtámad, én leszek az egyetlen olyan ember, aki úgy kerül be majd a történelemkönyvekben, a bédekerekben. Kiáll a szemedből egy gólyát. Egyetlen ember, akinek átszúrta a fejét egy gólya. Nem, azok a gémek, amik gyűrűzéskor oda csapnak az ember szemvillanására, ez az első, amit megtanítunk gyűrűzőtáborban az újancoknak, hogy a törpegémmel vigyáznak. Tavaly volt egy nagyon érdekes eset, hogy ugye tavasszal van, hogy meglátják a madarak magukat fényezett autónak tehát a autófényezésben, vagy visszapillantó tükön, vagy ablakon, és tavaly volt Pécsen, vagy Baranyában egy olyan eset, hogy jött egy, a gólyapárhoz odament egy pár nélküli hím, felidegesítette a fészek tulajdonos hímet, de annyira ideges lett, hogy elkezdte támadni egy iroda épület ablakában a saját tükörképét, és az félelmetes lehetett, mert hogy ilyen 20-30 méterről teljes vonggal neki repült az üvegnek, többet betört, és a végén le is kellett fóliázni az üveget, hogy ne lássa a tükörképét, mennyire fel volt. Lehet, hogy kinyitották volna az ablakot, nem? Azt hát kellett. Jó, hogy számolj vissza, 3-2, most is ki, hopp, kinyitott. Képzeld el, hogy ő is egy ilyen irodába gépelsz, és akkor ez csak becsapódik egy ilyen rettenetes kangója, az azért elég ébresztő. Azért az milyen, mikor átmegy az agyadon, és kiszúrja a bal szemedet, nem? Ez milyen hülye halál. Még itt, ha mondtátok, tehát gyakorlatilag ők nem alszanak repülés közben, mivel hogy leszállnak, tehát vannak ezek az ilyen megálló helyeik néhány száz kilométerenként. Van olyan madár, ami alszik levegőbe, sőt ott is szexel, ez a sarlós fecske, ami igazándiból kolibri korálokon tartva. Milyen okos. Ők bizony soha nem szállnak le a talajra, és csak költési időszakban ér száraz földet a lábuk, ugye a szikla párkányokat, de ők bizony ott alszanak, és ott is szexelnek. Hát utóbbira azért érdekes belegondolni, hogy milyen lehet ott fent magasban ezt megoldani. Hát zuhanó repülésben van. Nincs ezzel baj. Úristen, nincs ez a rém történet, ez a megtámadt az irodázat. De most komolyan, és képzeld, hogy ez a kedves kollégák, az éves ruhapénz átutalása napokon belül megtörténik, de mindenképpen kérjenek átfeszállt. Az anyádat! És abban a pillanatban hátulról átszúrja az anyád, hogy milyen hülye halál. Mit mondanak a temetéseden? Mondtam, hogy átutaljuk mindjárt. Drága Anikó, nagyon jó munkatárs volt, sajnos átszúrta az agyát egy gólya. Tehát nem nagyon van Európa olyan madár, ami támad embert. Tehát a varjúfélék tavaszon, ez mondjuk egy nagyobb gond, főleg Budapesten, amikor kirepülnek a fiókák, akkor szokott lenni terror, hogy mondjuk középületek nem megközelíthetők, akkor menteni kell a népeket, meg mondjuk a hattyú lehet még ilyen költési időszakban a fiókákat védi, az bizony az embert még a horgászta. Mi van akkor, ha megeszik majd egy ebolás kisgyereket ott? Akkor mi van? Akkor a gólya. Nem fér be az arcába. Jó, akkor denevért, hát most mindegy. Megeszik egy ebolás denevért, és ebolás lesz a gólya. Akkor felállít majd a határőrség. Nem biztos egyébként, hogy a gólyára hat az ebola. Ugye az ebolával kapcsolatban az a fő probléma, úgyhogy ez akadályozza meg a gyógyítás, és hogy még mindig nem tudják, hogy mi a kiinduló állat, tehát mi a terjesztő állat. Hiába keresik most már 20-30 éve, egyszerűen nem tudják, hogy denevér, rovar, kígyó, béka, stb. De hát nem nagyon fog találkozni a gólyánk ilyen ebolás történettel, úgyhogy hát van, amit terjesztenek, tehát a nílusi láz,
madárinfluenza, tehát vannak ilyenek, amik hoznak, mert vonuló madarak hoztak be Európában ilyen betegséget, ami mondjuk emberre is hat, tehát főleg mondjuk a nyugat-nílusi vírus, ez az egyik lehet olyan, ami érintheti. Aha. Nincsen olyan afrikai állatmadár, ami rendszeresen fogyaszt iszlám fundamentalistákat? Tehát, hogy... De se. Van olyan, tehát a keselyük azért de ők ilyen szempontból elfogyasztanak bárkit. Ugye néhány éve volt Magyarországon, hogy agyevő cínegékről írt ugye a bulvár sajtó, mert a magyar kutatók... A híres agyevő cínege. A zombi cínege. Igen, mert ugye leírták a magyar kutatók a bükk barlangjaiból, hogy koratavasszal ébredező törpedenevédeket öldökölnek a széncínegék, és hát azzal kapcsolatban is mondtam, hát egyébként a széncínege eszik embert is, mert bármilyen fagyott tetemet megeszik, tehát a szarvas, ember, bármi. A vércínege, igen. Hát igen, hogyha ki akarjuk facsarni a tényeket, akkor azért sok mindent elő lehet hozni. Na jó van. Kérdezi valaki, és az osztrákok is ide járnak költeni, akkor ők is magyarok? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó munkát neked! Köszönöm nektek. Köszi Zoli, ciao. Hello. Orbán Zoltán a Madártani Egyesülettől. De hát a gyerekek, kiokosodtunk gólyába. Bizony, és közben gólyából. Helyreállt a bioritmusa is Zoltánnak. Na igen, picit féltem, hogy ott marad. A Szél Kálmán téren elvágódik a mozgó lépcső tetején. Nem, a kontiát vissza kell szerezni. A fővárosban egy madárvédő? Hát gondolom üldözött valami vasztcinegét. Leszállt egy fecske. Leszállt egy fecske a szénatéren. Igen, a Szabadsághídnak a turuljait vizsgálgatta, hogy vajon igaziak-e. Repül, nem repül. Igen, 8:30 pontosan, 6 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7:45, hello mindenkinek. Gyerekek, most olvasom a hideg rekordot, hogy megdőlt valami 4 fok vagy 5 fok. Én nem csodálom, hogy ezek a gólyák elindulnak. Tehát Nógrádban valahol 4,5 fok volt reggel. Az több, mint csipős azért. Nem? Jó, de 4,5 fok. Tehát nem csodálkozom, hogy ezek azt mondták, hogy na jó, elég, induljunk. Jó, a nógrádi gólyák. Na és a többi? Az honnan tudja? Látta elhúzni a nógrádiakat? Gyerek, repüljünk, akkor menjünk. Heves tráncsomok után, heves. Menjünk, igen. Akkor lassan mennek a fecskék is utánok. Megy mindenki. Bizony. Csak itt a városban mondjuk ilyenben, hogy törzsgyökeresnek számít, a tarlós fecskék maradnak. Bizonyám. Na jó, de az itt jelkép. Hát, az a főváros elgép, a tarlós fecske. Igen. Miért olyan nagyszám, hogy a sarlós fecske a levegőben szexel, ilyet már én is csináltam, egy névtelen pilóta írta nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezi valaki, hogy a NAV nem vizsgálja a gólyákat. Fél év itthon, fél év külföldön. Egyébként jogos a kérdés. Jogos a kérdés. Jogos a kérdés. Miből telik ezeknek? Egyiptom csak így elmennek Egyiptomba? Más hónapokig gyűjt, hogy egy hétre elmehessen Egyiptomba. Ha megnézed egyébként, szerencsétlen gólyák most rettenetes nagyot szívnak ezzel, hogy ők Szíriába mennek és Egyiptomba. Hú, de jó helyek ezek most. Hát, Egyiptom még... Egyiptommal nincs baj most. De Szíria az azért... Jó, hát Egyiptomban meg ugye levadásszák őket ott a sás ott mellett. Annyi van, hogy megeszik őket így egyébként, van. Csak ennyi a probléma. Semmi más. Igen. Jól van, nézzük gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as 96-os kőnél reklámtábla, a képen két gólya repül, és a szöveg öv nélkül ön is kirepülhet. Jézus, atya úristen. Tényleg, ezt én is láttam tegnap. Két gólya vagy három van. Hogy öv nélkül ön is kirepülhet, mint a gólya, hogy kirepül. És a gólyák szállnak. Hát, jó. Még nem biztos, hogy bekötöm. Én is láttam egyet, a gyerek alszik. Egy ilyen gyerekülésben, és akkor a feltétel nélküli bizalom, hogy apa jól vezet, tudod, menjen ön is, mit tudom, 130-al. Hűha. Az jobb, mint a gólyás. Jobb, mint a gólyás. Igen. Igen. Jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk, rengetegen jelentkeztek, úgyhogy megnézzük, ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hello! Ja, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello, Szilvi! Szia! Így van. Szilvi. Mi újság? Meg vagy rettenve? Nem. Mit csinálsz? Dolgozom, szakács vagyok. Szakács? Lesz szakmasz. Az jó. Melyik étterem már? Hogy nem fogom konkrétan melyik, de hogy hol? Hát azon a téren, ahol a Ferinek is van a... Ellenség. Helysége. Hát, pont a másik felé. Akkor nem ellenség. A térnek. És milyen étterem ez?
olasz. Akkor végképp nem ellenség. Egy jó kis olasz. Egy jó kis olasz étterem. Te olasz, van valaki olasz is az étterembe? Persze. Igen, Gianni néha elautózik. A séf. Olasz a séf. Így van. És könnyű vele egy és ilyen olasz sávóval, vagy nagyon kemények? Még egyszer? Hogy nagyon kemények az ilyen olasz séfek, vagy könnyű velük? Nem vészes, el lehet velük bánni. Úgy se értjük, mit mond. Olaszul. És nagy amarózók? Vagy hogy mondják? Már hogy itt múltkor beszélgettünk egy lányjal, aki Budapesten ad ki szobákat, és ő mondta, hogy Budapesten érkező olasz turisták közül ő már kiválasztott magának egyet, mert hogy hűek a hírnevükhöz. Hát a vér nem válik vízzé, de meg lehet velük egyezni. Nem panírozott még be senkit? Még nem. A pincér lányokat még nem füzögeti ott szépen? Nincsenek pincér lányok, csak pincér fiúk vannak. Aha, hát jó. A kérdés hát. Ugyanaz. Nem panírozott, mert senkit nem vágott. Egy pillanat. Na mi van, megjött a ráró. Kész van a panakota? Ezek szerint akkor mégis? Lazanya van kész. Lazanya. Van egy gyermek, kész a lazanya. Te jó is. Egy jó kis lazanya, hát az de jó. Hogy utálom? De tényleg komoly, én gyerek, kevés olasz kellett nem tudok megenni, az egyik a risotto, a másik a lazanya. Én nem tudom. De ettél már rendeset, vagy csak így fogom egyen az, akinek nincsen foga, ilyen pépes, ilyen nem, fú. Nem, véletlen, tehát ha jól az... A risotto én sem szeretem. Van az a másik, amit utálok, a risotto. Az nem a séf. Nem. Lazanya, definom ez a lazanya risotto, persze, hiszen kottából csináltam. Milyen kottából? A panya kottám. Nem tudom, gyerekek, risotto, nem bírom. Nem bírom, lazanyát sem bírom. Tehát ez legyen az én problémám, nincs ezzel. Nem ettél még jó risottót. Hogy ne ettél volna jó risottót? Hát azért voltam egy-két helyen, ahol elég jó risottót csinálnak. Hogyha ettél volna jó risottót, akkor íz lett volna. De mivel nem íz lett, ezért rossz risottó. Igen, miért? Ha te eszel egy jó speródot és utálod a speródot, akkor nem fog ízleni, mert jó speród. Hisz nekem nem íz lett. Akkor eddig csak szarizottat ettem mindenhol. De most tényleg, aki zabot eszel reggel. Gyere hozzánk, hát ha beesik, hogy jó rizottót kap. Dehogy megyek. Igazán rendes vagy. Tényleg. Nem, figyelj, van még valami lázánya meg rizotton kívül? Persze, mindenféle. Tengeri herkentjük, halak. Nem, virsli van. Valami virsli. Nincs, vagy nincs, jó hamburger. Valami vízsli, vagy hamburger, vagy sült krumpli, akkor megyek, mert engem csak ez érdekel. Szóval igen, én nem tudom ez a risotto, hát ez egy ilyen... Mit ilyen? A risottónak lelke van. A risotto nem vár a vendégre, a vendég vár a risottóra. Te hülye vagy, neked ki? Mosták az agyat? Nem mosták ki. Ez a vendég nem vár a risottóra, a risotto vár a vendégre. Nem, fordítva. A vendég vár a risottóra. Hülye duma. A risotto a tenger hullámainak rezgését adja vissza, hogy a tányérban megforgatod egy kicsit, annak hullámoznia kell. Azért, mert te Magyarországon ettél risottót, Magyarországon nem csinál. Tehát, hogy kevesebb. Én bárhányszor ettem risottót, mindig arra gondoltam, hogy ezt egyszer legalább megette valaki. Tehát, hogy ez, az a kaja, amit szinte már a séf is megevett egyszer, meg valamelyik szakács is megette már egyszer. Tuti. És utána megkapott te, mint hülye vendég, tudod? Miért? Hát mert úgy néz ki. Olyan az állaga. Hát dehogy nem. A risottóban a riz az a rizsre utal? Aha. Na, mert akkor itt van a következő kérdésünk. Van-e olyan, hogy zabottó? Mert ez esetleg élve kellene felé. Egy jó zabottót, az nagyon szívesen vagy egy jó lucernát. Így van. Lucerna. Igen. Vagy egy jó spermarjan. Na jó. Jó van. Na szóval. Hogy mi van a vendéggel? Vár a risottóra, de a risotto nem vár a vendégre? Vagy így mi? Van. Tehát nem lehet előre, hogy ez mindig friss, az maga a frissesség a risotto. Érted, hogy ezt nem lehet előre elkészíteni. Hát azt nem. Olyan folyamatai vannak, megcsinálod a szofrittót az elején. Egy jó szofrittó nélkül, figyelj, én ma nem indulok el innen a rádióból. Fontos, hogy a borra beleöntött bor az minden egyes rizs szemet körbefonjon. Nálam mindig van két szofrittó, ha ez egyiket elszúrnám, akkor... Ennek lelke van, ennek filozófiája van a risottónak. Az. Csak rajongói nincsen. De elég sok van. Mindenki utálja, mint a szar. Elég sok van azért. Én nagyon komoly a lelke. Azért, mert te szétfőzöttet ettél. Nem, ez az. Hát gyakorlatilag a risotto az elrontott rizs, mert szét van főzve. Hát nem, pont, hogy nincs, mert resnek kell lenni a rizsnek. Nem gondoltam, hogy ezzel a risottóval ekkora ízét váltok ki belőletek. Igen. Akkor Feri, te nem vagy. Én nem vagyok a risotto készítés. Tehát tényleg nem egyszerű a risotto készítés. Tehát, hogy az olyan legyen, amilyen lennie kell, az nem egyszerű történet. Hát ahol Balázs jelentőt, nem sikerült.
folyamatosan engedni föl a folyadékkal, hogy az olyan legyen. Nagyon... Mindig forrónak kell lenni például. Így van, mindig forró. Nem hűtheti vissza, érted a rizszemet például ahhoz. Hát ki eszik olyan rizottot? Hát hogyan ne? Mit mondtál, milyen csos, mert írom közben. Narancsos. Mancsos. Mancsos. Hát igen, ilyen. Hát egy olasz ezt nem ismeri, de... Mancsos. Meg szottyos. Aha, olyan azt ismerem már, de olyankor mindig pendeit váltok. Na jó. És egyébként meg nem lazanya, hanem lazanyje, mert a lazanyja az egy lapot jelent, és a lazanyjében pedig több lap van, csak mondom. Hagyjál már ezzel a... De ez az igazság, hát körbe röhögnek Olaszországban, azt mondod, kihoz egy tésztalapot, tessék, az az a lazanyja. Nem mondok ilyet, mert nem kérek Olaszországban lazanyját. Azt mit mondom, teszel? Dos pizzos, por favor. Az, igazi gurmi. Dos pizzos, por favor. Dos pizzos, uno Párizsos. Uno Párizsos. Azért van nálunk fincsi bérszínű. Na, azzal már azért jobban érdekelne. Alakulunk? Na, kezdesz meggyőzni. Egyébként igen. Jól van. Miért is telefonáld? Mit is szeretnél? Mit akarsz? Ja? Óven bácsi is ott játszani. Mutatjuk, na. Mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Hát a gólyák már elmentek. Aha, ha ezek olaszok, akkor pacsirtára vadásznak most. A gemenci erdőben. Mutatjuk, mit énekelnek, jó? Jó. Olyan. Még egyszer? Figyelj. Nem Adriano Celentano. Nem. Magyarski? Magyarski. Beszélgessetek már spanyolul. Magyarski. Magyar, igen, egyébként. Jó, lehet, hogy bele kell futnunk a hosszabbba. Fussunk bele a hosszabbba? Hát, kénytelenek leszünk, igen. Na, kivettük a bögrét, jó? Várjál, megvan. Még egyszer, mert itt van a fejemben. Na, figyelj. Hallod, pedig tudom. Kicoltál valakinek? Vannak többen is a konyhában. Többen van? Senki nincs a konyhán. Egyedül vagy? Igen. Miért? Többiek még nem dolgoznak? Majd 10-re jönnek. Milyen jó dolguk van? Viszont hajnali kettőig maradnak. Édes életed, arra vár téged, megtalált. Na, azaz. Hajnal van még a nap is már. Te, hogy utána lesz. Hajnal van még a nap is már. Édes fények csak arra. Bugyut a számot, úristen. Hajnal van még a nap is más. Cintos oldal a kacsintás. Úristen, cintos oldal a kacsintás. Atya Isten. Jól van, oké. Ezt a számot kapod a lazanya mellé. No. Ügyes vagy, kivettük a bögrédet, ő megvan. Akkor már lehet, hogy a parklóban megöli magát. Kérde, igen, elmegyek hozzátok, hoztok nekem egy lazanyát, és egy tortával egy ilyen égő gyertya, hogy kihozzátok erre a dalra, ezért utána. Így van. Igen, egy jó lazanyát, egy kis rizottóval. Semmi lassát nem ikántára, hanem ez lesz, jó? Csak ez, igen. Jól van. Köszönöm szépen, hogy játszottam veletek. Hát igazán nincs, mit örülünk neked, a bögrén kívül megvan minden. Jó? Elég baj az nekem. Azt szeretted volna pont? Hát persze, hát ki nem szeretné azt. Jó, hát legközelebb meg lehet, nincs az abban. Kapszért egy jó lazanyát. Hagyja, engedd el ezt, nem az ő világa. Nem, se a rizotto, se a lazanya, egyik se az én világom. Oké, jól van, rendben van. Köszönöm szépen, további szép napot nektek. Sziasztok. Ciao. Ciao. Hello. Mennyi mindent megtudtunk most is az olasz konyháról. Látod? Tök sokat lehet tanulni. Nagyon. Szóval lazanyi, risotto, chorizo. Risotti. Igen. 3 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Budai alsó teljes szakaszon arra szól, ezt Déka küldte nekünk, aztán tudjuk-e, hogy miért áll a budai alsó rakpart észak felé a Rákóczi hídtól? Ádám, köszöni. Nem, csak azt kaptuk, hogy arra szól egyelőre, más nem látok, de hogy jön valami, akkor azonnal mondani fogom. Azt mondja, hogy mi lehet a gond az Árpád hídon, áll a Vörösvári út befelé. Köszi, szép napot, Zsuzsi. Ma reggel mennyi közlekedéssel kapcsolatos kérdésünk van? M5-ös 42-es kilométer Szeged felé mérnek, plusz motoros elkapók is vannak, ezt Pál küldte nekünk.
Gyerekek, ha valaki tudja, hogy mi a helyzet, akkor az Árpád hídon és a budai alsórakparton küldje el nekünk, hogy be tudjam olvasni, és akkor sok embernek tudunk ezzel segíteni. Azt sokan elküldték, igen, hogy arra szól, de az okát egyelőre senki nem látja, és nem is nagyon tudjuk. Azt mondja, hogy Balázs, kipróbáltam a rizstejes zabot. 10 perc után kijött, de a TikTok energikus voltam. Kösz a tippet. A babás gyerekülés hirdetés az autópálya mellett állampapírt hirdet, nem baleset megelőzési plakát, írja valaki. Ja, akkor ennyire részletesen nem olvastam el. Csak ott aludt egy ilyen kis gyerek a hátsülésen, aranyos kép. Hát igen. Ilyen kis csaj alszik. Na mondjuk, hogy a vezetés közben plakátokat nézegetnél, akkor azért azt szerintem veszélyhelyzetet szülne. Egyébként sem jók szerintem ezek a plakátok. Olyat kellene inkább, hogy ilyen volt, ilyen lehet. És az egyik képen egy teljesen normális arc, a másikon pedig egy olyan, ami átszakított egy szélvédőt, és csúszott néhány métert az aszfalton arcon, és akkor így szerintem akkor jobb le. Mert hogy ugye ez az ijeszgetés, ez igen, hatásos lehet? Szerintem igen. Tehát ez ettől lassabban mennek szerintem, az emberek? Szerintem igen. Szerintem igen. Ugye a cigarettes dobozokon fent lévő különböző ilyen dohányzás okozta betegségek képe is szerintem azért... Azt bebizonyították, hogy nagyon nem számít. Igen, elveszi azért az embereknek a kedvét szerintem tőle. Nem biztos, hogy azoknak, akik dohányoznak, aha, hanem aki azoknak, akik még nem nyúltak hozzá. Na, de akkor ilyen alapon azoknak veszi el a kedvét ez a plakát, akik még nem vezetnek? Hogy ne vezetnek. Igen, mert soha többet nem. Hogy ne, inkább lemondom. Kanadában csinálták. Halló, csigavér, még semmi. Kanadában csinálták, hogy dögcédulákat osztogattak járókelőknek, mármint úgy autósoknak. És azt mondták, hogy ez lesz a te lábadon is, ha gyorsan mész. Ha gyorsan mész, igen. Illetve hűtőtáskákat jéggel a igen. Szerveik. Az milyen kemény. Bali, megnyugtatlak, vannak még gólyák Magyarországon. Most értem be Székesfehérvárra, és tele van velük a mező. Ez jó. Hát megkészülnek, gyűjtenek utazáshoz élelmet. Belefagytak a lábba. Hová lett a rockzene 8 után? Volt. Hát itt volt, Avicii. Most igen. Elfelejtettük. De nem volt rossz. Nem, nagyon jó volt, csak máshogy volt. Majd fél 9 után egy jó kis Lenny Kravitz-el bepótoljuk, gyerekek. Olyan jó az a dal. Ja, az új Lenny Kravitz-el gondoltad? Imádom azt a dalt. Hová lesz a rockzene? Annyira masszív 80-as évek. Utoljára ilyen hangzás talán a nem tudom, a világok harcában volt tényleg. Tehát az a basszusgitár, meg az a szinte, ez egészben annyira retro. Full 80-as évek, de nagyon-nagyon tetszik. Az Árpád hídon nincs semmi gond, gyönyörűen halad, előtte lehet valami, ezt Viki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Fiúk, most nem rockzene jön, mert Vancsit játszott. Vancsit? Vancsit, szemfüles voltam, lehetek a naphallgatója? Hát azért ezt elég sokan. Ez elég sokan is szeretik. Így beépült már ez a 8 utáni kicsit zúzósabb zene? Hát szeretik. Igen? Hát akkor kénytelenek leszünk erre jobban odafigyelni. A Flórián téren a Vörösvári út fel van bontva, mindkét irányban a három sávból csak egy használható, reggeli csúcsban hatalmas lesz a torlódás, aki teheti, kerülje el, ezt Perec küldte nekünk. Köszönjük szépen. Elküldtem a kért videót a Morning Show kukac klasszfm.hu-ra, legmélyebb tisztettel, ez Dávid. Igen, beszéltünk is róla. Láttuk, megnéztük, Dávid nagyon ügyes vagy. Milyen feladatot adjunk most neki? Állj egy téglafal elé. Aha, és akkor úgy pattogtassa, hogy visszajön. Próbáld meg a labdát nekiütni a téglafalnak. Aha. Jó? Vagy rögzítsd más, hogy a teniszütőt, és úgy próbáld meg. Farra. mielőtt itt az ütőfogásba belemennénk, kis labda pattogtatás, utána pedig ilyen, hát nem is tudom, elmagyarázás nélküli tenyeressel, próbáld nekiütni a labdát a téglafalnak, és ha visszajön, megint nekiütni, és ezt minél többször megcsinálni. Ez a következő. Jó? Jó? És akkor a következő lecke, ez már egy haladó lesz, a vitatkozás a vonalbíró. Az utolsó lecke pedig felejtsd el az e-mail címet. Az a legeslegutolsó lecke. Ne írjál többet. Hadd kérjen valamit edzőbe, és ne írjál többet. Jó, ez a következő. Küldjél róla a videót, nézzük meg, hogy ez hogy megy. Labdapattogtatás, teniszütő, a labda nekiütése a téglafalnak. Na, hallottatok ezekről a szemfüles rendőrökről, akiket már egy ideje figyelnek, és hát gyerekek, én azt hittem, hogy ilyen már nincs, és olyan nosztalgikus élményeket ébresztett fel bennem ez a dolog, hogy muszáj erről egy kicsit beszélni. Ugye, őket így figyelgették, fizetés kiegészítésként dolgoztak a rendőrök, és kiderült, hogy titkos szolgálati módszerekkel figyelték hónapokon keresztül őket. 5-10 euróért, azaz körülbelül, hát egyébként elég olcsón adták saját magukat, 1500-3000 forintért saját maguk fújták meg az alkoholszondát, és az általuk leintett külföldi sofőrök ennyiből tudták ezt a dolgot megúszni. Vagyis fizettek 2-3000 forintot, és hát elmehettek. Kamionosokat állítottak meg, autósokat állítottak meg,
Viszont hosszú ideje figyelték már őket. Ők ittas embereket engedtek tovább hajtani? Nem, nem feltétlen volt ittas, hanem meg sem nézték szerintem, hogy ittas, hanem már egyből ők fújták meg a szondát. Na de azért miért kérsz tőlem pénzt? Hogy miért? Hát én akkor adok neked 10 eurót, igen? Te vagy a rendőr, megállít. Jó napot kívánok, Rákóczi úr, maga nyilván ivott. Hű, mondom, tényleg ittam, de szeretnék tovább menni, mert mindjárt otthon vagyok. Erre te azt mondod, hogy 10 euró lesz. Oda, érted? Odaadom neked a 10 eurót, és te megfújod a szondát. Hát de nézzük franszal? Fordítva, mi van, ha ők voltak részegek, és így próbálták rábizonyítani a sofőr, hogy megfújták a szondát. Látja, ez maga fújta meg. Igen, a szondát fújtak különböző ilyen kisebb, nagyobb hiányosságokra derítettek fény, és amikor ez a dolog megtörtént, akkor 1500, 2000, 3000 forintért egyébként hát elengedték a delikvenseket, akik általában egyébként kamionsofőrök voltak, akár egyébként több 100 eurót is összeszedhettek fizetés kiegészítésként, ami azért nem rossz pénz, ha azt nézzük, hogy az mondjuk 100 000 forintnak felel meg, és akár ezt egy nap is összeszedhették. Azért az nagyon szép. Bizony haladtatok volna mondjuk a korral, mert hogy indonéz rúpiában mennek mostanában az átverések, de az euró sem rossz. Egyébként egy, amikor én azzal kérkedtem, bocsánatos bűn, hogy nálunk az autónkban minden ott van, ami kell, nálunk minden rendben van, be vagyunk kötve, betartjuk a sebességhatárokat, stb. Akkor egy rendőr hallgatunk például megírta nekem azt, hogy Jani, hidd el, ha egy rendőr akar valamit találni, azt találni is fog. Tehát biztos, nem biztos, hogy innot kell ahhoz, hogy elmeszeljen. Biztos, hogy tud valamit találni. Ők egyébként, vagy őket úgy csalták törbe, ez nagyon érdekes, hogy olyan helyre küldték őket ellenőrizni, ahol tudták, hogy működnek a kamerák. És ahogy elkezdtek működni a kamerák, abban a pillanatban felvették, ahogy ezek a rendőrök igazoltatnak, és zsebkendőbe csavarva adták át a pénzt a kamionsofőrök a rendőröknek. Csak szegények nem tudták, hogy ők most olyan helyen ellenőriznek, ahol egyébként már egy ideje térfigyelő kamerával nézik őket, és hát látszik egyébként a felvételeken elég jól, hogy tényleg papír zsebkendőbe csavarták a bankjegyeket, úgy dugták azt a nadrágjuk zsebébe. De miket papír zsebkendőbe csavarni? Hát, hogy ne lássák az emberek a lóvét. De kik ne lássák? Hát oda... arra megy valaki egy járókelő, és azt látja, hogy kiadja a pénzt a sofőr. Ez volt a fedősztori, hogy még betegen is dolgoznak. Zsepibe, de ne a taknyosba! Ezért csavarta ő zsebkendőben? Aha, és úgy adott ki. Hát figyelj rá. Egyébként állítok 10 évet is kaphatnak, tehát hogy csúnyán elkapták őket. Mióta csinálhatták? Azért napi 100 000-et, ha összeszedsz, most minden második nap kim vagy terepen, hát azért összejön egy pár millió abból egy hónap alatt, hát nem? Hát csak 15 napot vagy kint, akkor az ugye már másfél. És honnan jött egyébként a belső ügyosztálynak, biztos van ilyen, a füles? Hát mikor beálltak a luxus mercivel, tudod, ja, szolgálatba menet az őseli. Az ez lehet. Érdekes dolog, hogy kinyomta fel őket. Igen, ki a Lambó a parkolóban. Igen. Mert hogy? Akkor vagy olyan lehetett az, akit mondjuk átvertek, vagy esetleg egy olyan kartárs, aki azt mondta, hogy na, nehogy már. Miből ennek ennyi? És kérdés, hogy mióta figyelték őket? Tehát ugye, ha hónapokon keresztül figyelik, nyilván ezt a pénzt tudják majd vissza kell adni, de hát azon hónapok alatt is sokat kereshettek, de kérdés, hogy mióta vannak ők terepen. Tehát lehet, hogy ezt évek óta csinálják egyébként. És hogy ki nyomja föl ilyenkor? Tehát ki az, aki jelent? Ezt csak észrevették véletlenül? Vagy valaki, aki kevesebbet kap, az szól? Vagy aki kimarad a buliból? Vagy tudja, hogy nem tudom én... Ők szerintem ezt csinálják, és akkor szépen szólnak. Nem lehet, hogy egy autós volt, akit megállítottak ezzel a szondás trükkel, és azt mondta, hogy uraim, én nem ittam, nem fogok magunknak pénzt adni, 50-nel mentem, be van kötve a biztonsági övem. Érted? Tehát, hogy nem volt rajta igazán fogás, de ők mégiscsak találtak rajta, és kértek tőle 10 eurót. Valószínűleg ő ment be az őrs, és azt mondta, hogy elnézést, uraim, van két rendőr, nem csináltam semmit, és megbüntettek. És akkor erre elkezdték őket figyelni. Vagy valaki, aki benne volt az ügyben, de az elosztásnál nem járt jól. Akkor neked egy tízes, neked egy papír zsebkendő, neked egy tíz. Ki rakja bele a papír zsebkendőbe a pénzt? Hát nálam, mondjuk te igazoltatsz engem. Igen. Te vagy a rendőr. Igen. Nálam van a pénz. Adok neked 1000 forintot. Te mondod nekem, hogy tegye be zsebkendőbe? Vagy hogy zajlik? Vagy én odaadom neked a zsebkendőt, és te utána átveszed a pénzt, és vagy benyúlsz a kocsiba, te mint rendőr, ott belecsomagolod a pénzt a zsebkendőbe? Vagy szólsz nekem gyanútlan állampolgárnak, hogy tegye már meg, hogy berakja ezt az 1000-est egy zsebkendőbe? Jó napot kívánok! Tessék parancsolni! Jó napot kívánok, közúti vesztegetés! Mit csináljak? Mondjuk 2000 forintra megbüntettél. Szólsz nekem, hogy tegye már bele azt a 2000 forintot egy zsebkendőbe, majd kiadok az ablakon egy zsebkendőt? 1000 euróra zsebkendőbe! Hát de most hogy? Hogy csinálod? Mert hogy két régen... információt is át kell adnod?
az összeget. Nem, először mondanod kell azt, hogy, hogy elintézhetjük másképp is egy. Meg kell mondanod az összeget, meg, meg kell mondanod neki valahogy, hogy ez legyen a módja, zsebkendőbe. Csomagoljam zsebkendőbe. Igen. Itt az ezeres, tessék, én föltartom az ezeres, hogy adjam oda önnek, tessék. Te vagy a rendőr, mit mondasz? Fogjatok kezet. Azt mondom, új rendszer van a rendőrségnél, barátkozunk a büntetendőkkel. Jó napot kívánok, Kovács kedves, tizedes vagyok. Na most adod. Van valami a kezemben. Aha. Igen, mert régen ugye erre megvoltak a nem módszerek. Jó. Nem, miért jó? Nem jó? Azért, mert jobban tisztelegnek, és akkor ballal fognak kezet. De nem, mint hát a vívók. Tiszteleg, és aztán lerakja a kezet. Hát ballal tiszteleg. De nem életszerű, Feri. Hát ballal tiszteleg, és jobban kezet fog közben. Igen, a kamera meg úgy néz ki, mintha takarná magát. Na, hát nem takartam magam, csak tiszteleg. Nem ismerem. Ugye ez a dolog azért érdekes, mert azt hinné az ember, hogy azért ez már kihalt egy ideje. Legalábbis most már ugye a rendőrök legalább annyira félnek a vesztegetéstől, mint az utas, mert az utast is, vagy az állampolgárt is nagyon megbüntetik, ugye, ha meg akarsz vesztegetni egy rendőrt, nem túl szerencsés. És a rendőr is elveszheti az állását, ha már lekérnek egy rendszámot, annak egyből nyoma van, ha intézkednek, nyoma van, tehát ez most már nem megy. Hallani még motoros rendőrökről ezt azt. Tehát ez a gyerek, a motoros rendőrök, tudjuk, hogy. Michel. Hát! Egy kerekeznek. Vannak ott is kivételek, de azért a motoros rendőrök még mindig elég érdekesen nyomják. Legalábbis nekem elég sok motoros barátom van, és ők azért még minden mai napig mesélnek sztorikat motoros rendőröktől, hogy a fertőzés melegágya. Hogy lett, mennyire lehet továbbhajtani? Hogy tudsz, igen. Ugye a motoros rendőr motoros is igazoltat sokszor, és azért ott micsoda elburjánzott fertő megy egyébként még mindig. A motoros rendőröknél az egy más kaszt egyébként. Na, de hogy ez a történet azért is érdekes, mert szerintem mindenkinek eszébe jutott régi rendőrös megvesztegetős történeteket, amikor vagy téged kért meg a rendőr, vagy te kérted meg a rendőrt, hogy tudnád ezt máshogy elintézni. És elindult egy ilyen körbepuhatolózás, egymás körbeszimatolása. Már ő is tudja, te is tudod, már csak az összeget kell kimondani, visszaadja a forgalmit kinyitva, hogy tedd bele. Hát hány ilyen történet volt régen, amikor még ez ugye mindennapos volt? Nem? Hát amikor megpróbáltál rendőrt megvesztegetni. De ott nem zsebkendőbe raktad, ahogy mondtad, hanem egyszerűen beraktad szépen. Ez rendőrfüggő volt, én mindenhogy adtam. Nekem volt készfogás, nekem volt forgalmi, nekem volt mögött kis pont. Nekem volt bűvésztrük, hogy előhúztam a füléből. Megkínáltad egy cigivel. Nekem nagyon sok minden volt. Nekem volt még a régi jogosítvány. Ugye, hát ez nem egy kártya volt. Igen. Na akkor sírt a rendőrség, amikor kijött a kártyás, mert abban nem tudtad beletenni. Abban már nem tudtad beletenni. Tehát ugye az egész úgy indult, hogy megállított a rendőr. Elindult egy ilyen, ajjajjajjaj, de nagy baj, tudja, mit csinál? Aha. Tudod, mondom, jó van, mondd csak végig. Te hogy ne tudnám, piros lámpa, ez az. Majd ugye, te közben letapogattad a rendőrt, aki szenzoraiddal, hogy ugye mit tudunk az ügyel kezdeni. Szigorú, nem szigorú, ismer, nem ismer, szeret, nem szeret, ugye hát hogyan tovább? Lesz ebből biznisz, vagy nem? Elég egy Klassz FM-es bögre, vagy hát akkor még nem volt, akkor még Z plusz volt, meg nem tudom, kinyitottad a csomagtartót, ott volt egy Z pluszos esernyő, mondta, hogy csukja le, nem érdekel, érezted, hogy ajjajjaj, ez több kell, nem elég egy esőkabát. Megtartottál is egy picit attól nyilván, hogy ő nem olyan. Hogy nem olyan. És akkor még nagyobb lesz a baj. De ment a humorizálás, kicsit körbeszimatoltad, és egy jó ritmus érzékel bedobott kérdés, nem tudnánk-e máshogy elintézni? Aha. És ott kim voltál a harctéren. Elhallgattál, bedobtad a bombát a vízbe, és becsuktad a szemedet, és vártad, hogy mit mond rá. Szereti esetleg a zenét? Nem. Igen, komoly zene. Szó. Bartók. Ennyire nem volt ezért. Bedobtad a kérdést, nem tudnánk-e máshogy elintézni? És az edzett fülek, mint hogy az én fülem elég edzett volt, sokszor tudtam máshogy elintézni, meghallotta a hangsúlyt, hogy el tudod-e máshogy intézni, vagy nem tudod el máshogy intézni. Ugyanazt kérdeztem, mindig csak más hangsúlya. A kérdés pedig az volt, mire gondol? Úgy? Ez volt a kérdés. De a más hangsúly az azt jelenti, hogy ugyanattól rendőr többféle hangsúlyos. A más hangsúly az volt, hogy ezt ő szigorúan visszakérdezte, hogy mire gondol, akkor tudtad, úgy, nem, semmire van sütemény itt. A hátyós, vagy pedig azt mondja, mire gondol, akkor érezted, meg vagy apám, meg vagy kisöreg, meg vagy. Arra, és akkor mennyit már kereshetsz te kisöreg. És a mire gondol kérdésből te pontosan tudtad, hogy ő tudja, hogy te tudod, hogy ti tudjátok, hogy itt lesz deal. Tehát itt alku van. Nem, ez túl komplex. Ő is tudta, te is tudod. Összenézés, kis bólintás. Kocsiba beülsz, és vársz. Te föltetted a kérdést, mire gondolsz. Elengeded. Vársz. Várakozó üzemmód. Rendőr hátra megy, társa pusmorog. Már tudod, megvagytok, srácok. Jó van. Nem, már Mike beszélik, hogy nem. Visszajön, visszaadja a jogosítványt. 3000 forintot.
Levegőbe csapsz, tetted bele a jogosítványba, és kiadtad újra a jogosítványot. És megvoltál. De mi volt, hogyha visszajött eredőre, és azt mondta, hogy az van, hogy a Dezső nem arra gondol, amire... Pénzre szolgáltatásra. Én nekem volt olyan is. Volt olyan is. Bemondtam, hogy hát mondtam, hogy akkor... Volt olyan, hogy tőlem a rendőr kérdezte meg. Hogy akkor hát ez valami más ötlet. Ó, mondtam, de szeretem ezt a kérdést. Hát mondom, nincs rám túl sok pénzem, 5000 forintot tudok adni. Hmm, nem is pénzre gondoltam valami. Olyan csinosan maga a kis... Döjjünk ide a motoráztető. Gyerekek, hát ez ilyet mindenki csinált, aki vezetett, nem? Vagy aki volt elég bátor, hogy föltegye ezt a kérdést. Igen. Nekem jött vissza rendőr úgy, hogy ő ezt elfogadná, de ott hátul az ászlósnak ez nem annyira tetszik, ez az összeg gondolkozzak másik összegen. Elkezdte srófolni, nem azt mondta, hogy kikéri magának? Nem, ő mondta, hogy ezt elfogadná, de hogy ott áll a hátul, nagyon szigorú, tudod, eljátszották ezt a jó zsarúra zsarút, hogy nyilván nem nyaltam be. Mondom, jó, mondom, akkor még tegyünk hozzá egy kicsit. Volt olyan barátom, akit elkísértek erre bankautomatához. Rendőrautó ment elől. Sajnos a kártyával nem. No problemo, amigo. Ráhúzzuk is. Rendőr mondta, itt a környéken van 13 darab ATM automata. Elindult a barátom előtt a rendőrautó, elmentek az automatához, lekérték a pénzt, rendőr betett a pénzt. Gyerekek, ez régen azért hozzátartozott a közúti ellenőrzéshez. Tehát ne csináljunk úgy, mintha ez akkora, akkora nem tudom mi lenne. Olyan volt, hogy a nem. A bűnözés meleg ágya. Rendszeresen vesztegettek meg autósok rendőröket. Most már Isten nem lehet ezt csinálni, mert nem engedik. Olyan volt, hogy nem akartad megérteni direkt, amit akar ő mondani? Hogy mennyi? Sebestyén úr, hol van az Adi? Azt hiszem Kispesten, a határúttal indul befelé, vagy kifelé lő. Ez mindig úgy történik, hogy ennek megvan a dinamikája. Először ő van nyerekben, akkor szétszívad téged. Te felteszed a kérdést, bedobod a bombát, becsukod a szemed, és befogod a füled, úristen, éppen most próbálok megbeszélgetni egy rendőrt. Majd amikor azt mondja, hogy mire gondol, és elhangzott a bűvös kérdés, akkor ugye te mosolyogsz egy nagyot, és onnantól kezdve tudod, hogy megvannak. És akkor onnantól kezdve megint elindul a játék. Beraksz egy ezrest, volt, hogy beraktam egy ezrest, olyan is volt forgalmi, nem is jogosítvány, kinyit, berak egy ezrest, rendőr elvesz, megnéz, ezres visszatesz, ugyanúgy odad. Hát mondom, ez kicsit kevés, ezt rohadjam. Nem ered a téteket. Visszaadta, hogy mondta, hogy nem, nem. Az ezressel együtt. Visszaadta az ezressel együtt, mondta, hogy ne szórakozzak. Ugye, hogy nem, tehát akkor kivetted, és akkor ötöt beraktad, elvette, beült a rendőrautóba, úgy csinálták, a rendőrautóban vette ki a pénzt, adta vissza neked a forgalmit, és utána... Hú, ez elég hosszadalmas lehetett így, nem? És akkor beraktad még az órádat, letéptél egy aranyfogat. Igen, levetted a bal kezedet, mert ide egy gyémánból volt, aztán a kocsi kulcsot, és gyalog mentél le. Figyelj, ez mindig volt. Hát és mindig tudták, hogy ha Kispolszkival mentem, ott mennyire lehet számítani, ha másik jobb autóm volt. Hát ez de már a Kispolszkira mit csinált? Egy bontatlan Wunderbart, vagy mit tudom én, adtál neki? Vagy... Ne, Kispolszkival egy félig megívott tojástikör, kis örül. Ebből ennyit lehetett most kis. Srácok, ennyiben nézzétek már, hogy milyen autóval megyek. Viszont a Sebváltón az a kis, a borostyámba fagyott kis autó az. És a teniszlabda, a vonóhorozó. Azért az bejön, és a táncoló Elvis. A visszapillantó? Figyelj, én nem egyszer alkudoztam új rendőrökkel, hogy mondtam neki, hogy srácok, nincs nálam pénz, de nézzétek meg, mi van a csomagtartomban. Kinyitottam a csomagtartót, és elindult, belenéztek, arrébb lökte, megnézte, volt... Nem már. De, konkrétan, még ugye én az E-pluszban hoztam ilyen promóciós dolgokat, hoztam. Hát, jaj, igen. Ott maradt a kocsidba. Megvesztegetési szándékkal begyűjtöttem az autóm csomagtartójába. Nézzetek körül a csomagtartóba. Körbenéztek a csomagtartóba, kaptak két esernyőt, egy esőkabátot, igen, két pólót, és akkor elengedtek. Ilyen, mint egy ilyen garázs shop, hogy kinyílt a kapu, és akkor kinyílt. Megnyílt. Balázs Gidzses ládája. Megnyílt Bali garázs shop. Neked volt ilyen? Hát mindenki csinált ilyet, nem? A legszebb az a pont a fordítottja volt, hogy megállított a valami szabásért, és mondta, akkor még volt helyszíni bírság, és mondta, hogy 5000 forint helyszíni bírság, és kérdeztem, hogy nem lehet másképp. A bűvös kérdés, hogy nem tudjuk ezt máshogy megoldani. Valami jobb ötlet. De le is mire gondol? És ez volt, azt mondta, hogy dehogy nem, mert ez most helyszíni bírság, feljelentés, és akkor járhat a bíróságra, plusz elveszik a jogosság. Mondom, köszönöm, biztos, hogy nagyon köszönöm, jó köszönöm, én is erre gondoltam. Igen. Írja meg, írja meg. Ott érzed, hogy ott nincs lehetőség. Érzem a felelősséget. Én mindig gyáva voltam ehhez, igen? Hogy pénzt tegyek nem, bele. Nem szabad, bátran kell csinálni, persze. Na most már nem, de régen. nem szabad, ő is tudja, te is tudod. Ez olyan, mint amikor elmész egy prostituálthoz. Ő is tudja, te is tudod. Te tudod, hogy fizetsz, te tudod, hogy igénybe veszed. Ez ő is tudja, te is tudod. Ez esetek nagy többségében arról szólt, hogy ő is tudja, te is tudod. Ki dobja be először? Ő sem meri bedobni, mert fél, hogy akkor te sem mered bedobni, és elindult egy ilyen szimatolás. Tudod? De valakinek előbb-utóbb elindult. Ja, és akkor jött ez a... Nagyon drága lesz ez.
Emlékszel? Hát, ez nagyon drám. Akkor tudtam, jó van, te is a pénzre mész. Én már úgy ismertem ezeket, de is a pénzre. Sokba fog ez kerülni, nagyon nagy hiba. Sokba fog ez kerülni, 30 ezernél vagyunk. Mondom, ha tudnád, hogy 5 és itt se vagyok, mondom. Mondja csak. De elindult a delikvens egyértelmű megfélemlítése. Ez is hozzátartozott a pszichológiai lépcsőhöz, amikor ugye sokba fog ez kerülni, az a piros lámpa, eljej, Ferenc. Nehogy aztán elvegyük azt a jogosítványt. Hmm. Tudod, elindult egy ilyen megfélemlítés, hogy minél előbb menjél bele az alkuba. És minél nagyobb összeget. És minél nagyobb nyilván. Összeget mondjál, mert úgyse 100 000 jogsi, kocsi, 2 év börtön, hát úgy adsz oda 20 000-et, hogy örülsz, hogy már ott se vagy. Ha már ezt nyomta, akkor már tudtam, hogy azért próbál megfélemlíteni. Tehát ez pontosan kiismerte az ember egyébként. Ezért jók ezek a kis rugos apró pénztárolók, amiket a parkolásra az használsz, tudod, kinézel, leveszel egy 100-ast, mint a fejével, kiveszel még egyszer, jönnek le szépen a 100-as, hogy érted, és a végén odaadsz neki egy majd. Gyerekek, ebből sok-sok évvel ezelőtt, és nyilván ez már nem tendencia, sőt, szerintem ez most már azért tisztelt a kivételnek nem nagyon megy. Tehát a rendőrség renoméja azt szerintem helyreállt. Én még a motoros rendőrökről még mindig érdekes dolgokat hallok, de szerintem a közúti ellenőrzéseken azért ez már nem. Meg hát nagyon komoly belső ellenőrzés is van. Igen, ez egy jó dolog, most már én se teszem föl, ő se kérdezi meg. Most már csak adod. Nem, azt sem, hogy megnyálok egy 500-as, felrakom a fejemre és várom, ha leveszi, akkor... Nem, meg se kérdezem, nem, vállalom. Tehát nekem is ciki, neki is, meg szerintem most már azért őket is nagyon komolyan veszik, megfenyegetik, kirúgják, előállítják. És a kamera van a kocsiban például, látja, most hogy hányszor nem... adott ki be a jogosítványt. Hál' Isten, ennek a rendszernek vége. Mondjuk biztos, hogy külső cégnek adták ki, mert a belső ellenőröket azokat nagyon könnyű kiszúrni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem ismerjük egymást valahonnan? Hát, az éppen singernek le. Nyilván. Ja, hogyha rendőr ellenőriz rendőr. De civil ruhásul az autóban. Jó, úgy, jó, nem te vagy az elindul, elindul a keze véletlen az autóban. Jó napot kívánok! Jó! Hülyeted már lak. Igen. Na, drága hallgatók, szerintem mindenkinek van ilyen élménye. Legalábbis, aki körülbelül nem most mennyi, 5-10 évvel ezelőtt vezetett, és nehogy Isten elfogyasztott még egy pohár bort, és elindult hazafelé, az próbált megvesztegetni rendőrt, vagy a rendőr próbálta kiszedni belőle, hogy ugyan akarja-e, hogy megvesztegethető legyen a rendőr, jó? Igen. Kinek mi volt a trükkje, ki hogy kérdezett rá, ki hogy próbált bizniszelni, és ki milyen pszichológiai hadviselést vetett be, hogy kiderüljön, hogy az a bizonyos rendőr megvesztegethető-e. Kinek mi volt a bűvös mondat? 9:03 várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:09 lesz pontosan 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye az elkapott rendőrökről beszélgettünk, hogy titkosszolgálati módszerekkel figyelték hónapokon keresztül a rendőröket, akik a gyanú szerint ugye 5-10 euróért, hát 1500-3000 forintért saját maguk fújták meg az alkoholszondát az általuk leintett külföldi sofőrök helyett, amit nem is nagyon értek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden sofőr tényleg részeg volt, és akkor nekik kellett megfújni, vagy elengedtek akkor részeg sofőröket? Tehát nem csak a pénz a durva, hanem akkor... Vagy hogy meg se fújatták velük, csak ők fújták azonnal, mert akkor, mert az tárolja a szonda a fújásokat, és de akkor... akkor viszont érted, a szondával el kell számolni? Már most már ilyen belefújja az... Az egészet nem nagyon értem. Hogy minden esetre mindegy, ez Makon történt, igazából 10 évet is kaphatnak, és arról beszélgetünk, hogy most már hál' Isten azért ez nem jellemző a rendőrségre, vagyis ők is tartanak ettől, szerintem az autósok, vagy a vezetési morál is megváltozott, nem akarnak az emberek szabálytalankodni, a szabálytalankodnak elismerik. Senki nem nagyon mer már megvesztegetni ugye a hatósági személyt, nem nagyon jó, nem is nagyon üdítő, ami azután jön. A rendőrök se örülnek neki, sőt, mi több, hát ők ezt azonnal jelentik, és féltik az állásukat és a fizetésüket. Régen viszont azért ez jellemző volt, hogy az ember nehogy Isten ívott mondjuk egy pohárra, vagy nem volt bekötve a biztonsági öv, vagy belecsúszott egy piros lámpába, akkor hát próbálta megkérdezni a rendőrt, hogy mégis. Hogy-e? Mennyi? Van-e valami tippje arra, hogy lehetne ezt a szörnyű problémát megoldani? És ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, hogy ki hogy próbált régebben megvesztegetni rendőrt. Disznóvágásról hazafelé részegen, sebesség túlépést követően futottunk bele egy kompromisszumkész rendőrautóba. Következő hétvégén vághattunk újra, mert az egész disznó a rendőrautóba mászott át az intézkedés végére.
Az igen. Tényleg, juttatás, egyéb juttatás. Igen, hát itt az egyéb juttatás is fontos volt, ha volt nálad valami régen, azért egy üvegbor, két üvegbor, stb., akkor azért hamar meg lehetett ezt a dolgot oldani. Tisztelet a kivételnek, ugye ne általánosítsunk, nyilván a régi rendszerben, vagy régebben is voltak olyan rendőrök, akik azért soha nem engedték, soha nem mentek bele, és egy forintot se fogadtak el soha autósoktól. Tehát nem minden rendőr csinálta azért, szerintem ezt azért így igazságos kijelenteni. De volt ilyen, hogy ami nálad volt, az átvándorolt a rendőrautóba. Így nem? Is az lehetett, mint nálad, amikor ugye kinyitott a Balázs shop, hogy mondta, hogy hát pénz nincsen nálunk, sajnos, igen. De nézzék meg, mi van a csomagtartóban, és hát amit ott találtak, azt tetszett nekik. Igen. 10 éve közúti igazoltatásnál már tudtam, hogy rohadt drága lesz. Egy óvatlan pillanatban lejtettem egy 5000-est, majd lehajoltam, és csodálkozva mutattam a rendőrnek. Ezt biztos maga ejtette el. De jó. Mire ő? Én biztos nem, én 10000-re szoktam elejteni. Írja nekünk fogtechnikus. Igen. A régi szép idők, igen. Rutinosan én mindig csak annyit kérdeztem régen. 1-től 5-ig, vagy 5-től 10-ig szabálytalankodtam? Aha. Kérdezte egy hallgatónk, igen. Az a baj, hogy egy ilyen kérdésben viszont benne van annak nagyon a lehetősége. Hogy belefutsz egy olyanba, aki... Hogy értette ezt, uram? Igen. Most jól értem, hogy ön éppen meg akar engem vesztegetni, és onnan nem már próbálták kimászni. Tehát 10-ből 3-nál bele tudtál futni. Bele tudtál futni meg egy most, ilyenbe. Meg most, igen. Szerintetek akkor 1-től 5-iget fog mondani, vagy 5-től 10-iget, hogyha te már felvetettél a lehetőséget. Alak... Ja, 10. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Jani! Na, hát gondolom, te is beleestél régen ilyen igazoltatásból, próbáltad máshogy elintézni, ugye? Hát, ugye természetesen, mivel hogy ebből élek, és ugye sokat vagyok országúton. Nekem az esetem az a nulláson történt, Folt irányába mentem az autóval, és láttam a belső sávból, hogy jön a rendőrségi autó, ugye ketten ültek benne, ez a trafipaxos autó, és ugye arra szolgattak, és nézték, hogy na, kit lehetne kiszedni a sorból. Hát én tetszettem meg, mert hogy hűtős autóval voltam, mert és akkor elegánsan intett, hogy kövessem. Kivitt a pályáról, a pálya szélén megálltunk, és akkor odajött, elkérte a papírokat, és akkor mondta, hogy hát ő arra gondolna, hogy engem megbüntetne, most már a biztonságövem nem volt bekapcsolva, és a menetlevélre nincs felírva a kezdő, mármint hogy mikor kezdtem el reggel dolgozni. Ugye az lemaradt, és úgy gondolt, hogy akkor ez egy 60 darab ezres lenne. Azt a minden. De mondta neked az összeget, hogy 60 ezer? Persze, ezt így megmondta nekem. És akkor én először úgy kérdeztem, tőle mondom, hogy 60 ezer a történetért. Azt mondja, igen, fejenként. Hát mondom, hát ne vicceljünk, mondom, hát az, ez nem 120 ezer forintos történet. Mondta, hogy én mit gondoltam? Hát mondom, én esetleg mondom 20 ezeret. Hát azt mondja, fejenként? Nem mondom, együtt mondom, ez az egész dolog, egy 20 000-es gondoltam, mert tényleg nincs bekapcsolva a biztonságjelen. Uh-huh. Jó, igen, alkudoztatok, oké, végül mennyi lett? Eddig jutottunk, igen. Maradtunk a 20 000-be, majd ő azt mondta, hogy rögtön jön, elszad a kolléganőjével ezt megbeszélni. Ez a szokásos hátramenés megbeszélés, ez is egy klasszikus. Nem, elől, igen. Nem is volt kameráját, ugye ne látszódjon az, hogy titkározunk. Na az a lényeg, hogy ő elment, megbeszélte, de én még akkor nem adtam oda a pénzt, visszajött, mondta, hogy jó, akkor legyen így, akkor megkérne, hogy a forgalmi engedélybe rakjam be a 20 000-et. Én beraktam a forgalmi engedélybe a 20 000-et, ő elszaladt vissza a kolléganőhöz, visszajött, és akkor mondta, hogy oké, okay. És én ennyit mondtam neki, hogy mondom, innentől én szerintem tegeződjünk, mert mondom, fiatalabb is vagy, elmondanám, hogy ezt majd legközelebb hogy kellene csinálni. Mondta, hogy, és akkor mondtam neki, hogy a pénzt kérsz, mondom, rögtön vedd el, mert mondom, járhatsz úgy, hogy felírják a pénznek a számát, most így ezt elraktátok, szolgálatba vagytok, én feltéve mondom a rendőrséget, bejelentem, hogy ilyen történt, benneteket félreállítanak, mert a pályát nem hagyhatjátok el, jön a főnökötök, megtalálnátok ezt a sorszámú pénzt, és mondom, 2 órán belütik, már nem vagytok rendőrök. Hát erre elszégyelte magát, és mondta, hogy hát nagyon keveset keres, feleségét kirúgták, nem szoktak ők magyar autót megállítani, csak külföldi autót megállítani. Hát nagyon resteli ezt az egészet, visszahozná a pénzt. De jó. Most visszahozná. A tanácsért fizet 20 000 forintot. A gyors talpalóért. És akkor mondtam, ja, ez volt a vizsga. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor tedd ezt. Visszahozta nekem a pénzt, és akkor kérdezte, hogy honnan tudom én ezt. Hát mondom, azért nekem is van rendőrismerősöm, családban is van rendőr, és ők mesélték, hogy ezt így kell csinálni, mikor bejelentjük, hogy mennyi az összeg, rögtön elvenni, hogy ugye ne legyen ermód. Felírni a pénznek a számát, vagy ilyen, hogy kisebb legyen, mint a bukási lehetőség. De akkor ezt te jól megúsztad egyébként. Hát így igen. Igen. Hát, ebben az a szomorú, hogy a magyar
autósok ugye kimennek külföldre, és akkor például Románia, és ott ezen a részen, hogy fel vagyunk háborozva, hogy bennünket piszkálnak odakint a rendőrök, holott ugye a magyar rendőrénk itt ugyanúgy tépik a tollat mondjuk a külföldiről, alaptalanul úgymond. De hát ebbe belesétáltam én. És ő úgy volt fel, hogy én nagy veszélyt nem jelentek, hűtős autóval vagyok, úgyhogy a belső elhárításhoz biztos nem tartozok szombat délelőtt. De végig is, igen, ez egy jó trükk, igen, hogy szólsz neki, hogy lehet, hogy fölírtad a pénznek a sorszámát, igen. Hát most már azért ez ritkább szerintem, majd hallani, hogy azért külföldi autókat talán buzogatnak néhányan, de szerintem most már azért ez a magyar autósokra nem jellemző, vagyis legalábbis mostanában nem csinálják rendőrök szerintem. Hát aztán persze, felesett ugye a nagyszámok törvény alapján lehet, hogy beleszalad egy-egy rendőrbe az ember, vagy motoros rendőrbe, de hogy szerintem most már ezen a téren azért nagyobb béke van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Az biztos, igen. Az teljesen más a hozzá. Más, féltik az állásukat, persze, teljesen más, hogy működik. Szerintem más lett, erősebb lett bennük azért ez a becsület. Igen, igen, változott a mentalitás is, ez abszolút érezhető. Jani, köszi, hogy elmondtad. Hát én köszönöm, úgyhogy. Ciao. Hello. 96 M0-ás Anna egy gyorshajtás, mondja a rendőr 5000, mondom, nincs nálam, de itt lakom Budafokon, megvártak. Csoki nyúl küldte nekünk. Kedves Sebestyén úr, szeretném jelezni, az első kabát lyukas volt, a póló az első mosásnál összement, annak a rohadt ernyőnek meg rossz volt a nyitója. Barta örvezett. Nálunk mindenki tudta, hogy a rendőr nem alkuzik senkivel, mert ő a saját feleségét is megbüntette, mert nem volt lámpa a biciklije. Ez nagyon, nagyon szép. Nálam a rendőr kezdeményezett, azt mondta, hogy legyen az, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, így a 30 ezerből csak 15 ezer lett. Nem ellenkeztem, királyok vagytok. Mekkora duma? Lakjon jól a kecske, a káposzta, és egyezzünk meg. De jó ember. Igen. Apám kamionos volt, nem volt nála elég pénz, elvették a forgalmit azzal, hogy délután 3-ra jöjjön egy összeggel a kapitányság mellé, méghozzá az étkezde parkolójába, vagy feljelentés lesz. Ez is milyen komoly, amikor már egy helyszíre mentél, nem? Hát igen, okos csak helyre hívták, igen, tényleg, igen, a rendőrkapitányság ami mellé. Ami nyilván nincsen bekamerázva a parkoló. Igen. Volt egy ismerősöm, akit meg akart büntetni a rendőrt, mert a biztonságjobb nélkül vezetett, megkérdezte a rendőrt, hogy lehetne ezt másképp elintézni. Erre a rendőr visszakérdezett, hogy mire gondolt, uram. A válasz az volt, hogy például 10 fekvőtámasz. A rendőr jó fej volt és belement az egyezkedésbe. Autópálya mellett a leállósában kellett megcsinálni a fekvőtámaszt. Jó, ez jó. Igen. Nekem azt mondta a rendőr, ez a piros lámpa 100 000 forintomba kerül, én mondtam neki, hogy nekem nem kell ez a lámpa. Nagyon nagy duma. Szlovákiában meg mindig annyit még mindig annyit kell mondani, hogy kompromisszum. 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 Mekkora duma. 2500 euró helyett 10 euró. Írja nekünk Zolika. Óriási dugó, nem? Kompromisszum. Egy szál cigi a dobozba, és a dobozt elteszi, mert nem szemetel. Példát mutat, hiszen rendőr, írja nekünk egy hallgató. Érdekes történetek ezek. Mentem egyszer az ukrán határhoz, azt mondja az ukrán határőr, hogy hol a zöld kártya, mondom, ott van a forgalmiban. Azt mondja erre, hogy ez nem az. Néztem rá tanástalanul, mire felmutatott egy régi papír zöld színű 200-ast. Ezzel a zöld kártyával az útlevélben lehet belépni Ukrajnába, mondja. Júj, de szép. Gondold, de mindenkitől csak 200 forint. Hát semmi, nem? Vagy. Meg is vagy, igen. Én egyszer nagyon régen Tesco utalványt akartam adni, de nem fogadta el, mondta, csak KP. De egyébként ez miért? Nekünk egyszer azt mondta a rendőr a jogsiba csúsztatott pénzre, hogy ne vicceljünk, ez még a McDonald's-ba se elég. 3000-et kaptak volna. Mire mondta, hogy erre lebutáskodik. Igen. Hát. Csapjatok még mellé az 5 enni kék utalványt. Igen. Acsa nagyon jót ír, ez is egyébként a pszichológiai hadviseléshez tartozott. Én ezt elfelejtettem mondani, de nagyon jó egyébként. Én mindig a rendőr kérdésére vártam, most mit csináljak magával? Júj, de szép, onnan tehát, tudtad. Nem kínálta ez be, volt hanem ugye az ajánlattevés. Hmm. Hiszen ő bedobta neked, nem mondott semmi konkrétat, csak azt mondta, mit csináljak én most magával, és onnan már nálad volt a kártya, nálad volt a labda. Hmm. És ha ilyenkor azt mondtad, hogy hát írja meg a büntetést. Akkor megírja. Hibáztam. Hát akkor azt mondja, hibáztam, nem, akkor megírja. Nem jön zavarba, hogy hát szerintem most dobtam. Akkor nem. Igen? Ő ezért dobta be, hogy nézze meg, hogy reagálsz. Ha. Ez ugyanaz, mint amikor te bedobtad, hogy nem tudnánk ezt máshogy elintézni. És a mire gondolból, ugye te tudtad, hogy ő most veszi a lapot, vagy nem. De mit csinálják magával, ez az ő labda bedobása volt. Ereszen el. Szexít a az nem fog végül menni. Az nem fog menni.
Jobb első lámpa nem égett, két zsák krumpliba fájt. Hát ő is eszik. Gyerekek, ez egy aranykor volt. Sült krumpli, értél? Két zsák krumpli. Na jól van. Hát köszönjük szépen az SMS-eket. Tényleg ne vegyék ezt magukra, se a rendőrök, se a motoros rendőrök. Ez egy régi történetek. Ezek sokszor hangsúlyoztuk, hogy azért ez valószínűleg már megváltozott. Sőt, mi több érezhető. Legalábbis én már nem merem megkérdezni. És ők se. Ők sem nagyon. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, szevasz Balázs. Hello, Gyuri. Gyuri vagyok. Lenne nekem egy sztorim még ezekhez a na, rendőrös igen, dolgokhoz. Még a játék előtt mondj gyorsan. Hát igen, itt telefon... Bocsánat. Úgy mondom, hogy telefonáltam, nem kötöttem be a biztonsági övet, és átmentem a piroson. Hát ez hallgat. Megállítottak a... Az csúnya. Hát igen, megállítottak a rendőrök, letereltek egy kis utcába, és közölték velem, hogy ez 100.000 forintomba fog kerülni, mert hát ilyen, ennyi az ára ennek az egész dolognak, és hát megkérdeztem őket, hogy nem tudnánk esetleg valahogy olcsóbban megoldani, és megkérdezték tőlem, hogy mire gondolok. És hát én mondtam, hogy 10.000 forint. És mondták, hogy rendben, tegyem be a forgalmiba, és adjam át a forgalmit az egyik őjüknek. Aztán ezt nyúlok a zsebembe, és nincs nálam csak 20.000-es. Oh. Hát mondom, elvegyek, fölváltom. Azt mondom, meg ne próbáljam, tegyem be azt a forgalmiba, és nem is láttuk egymást. Hát te szépen leakudtad, aztán kiderült, hogy nincs nálad. Igen, leakudtam. Azóta van nálam mindig egy 10.000-es. A nejemnek a bukszájából mindig tartunk egyet vésztartaléknak, ha ilyen történne. Á, most már szerintem ez nem megy, vagy hát legalábbis bepróbálni, hát, most az nagyon meleg. Mert ha viszont hát ő feljelent régen téged, volt. Régen, persze, hát ezek régi idők abszolút. Azért ez hát megváltozott. Sajnos így alakult. Hát akkor oda kellett adni, bizonyám. Azért a 100 helyet még mindig jobb a 10, vagy a 20, bocsánat. A 100 sokkal, igen, csak már így megnyugodta, hogy 10-es, basszus nincs. Igen. Jó, a 100-as is azért ilyen ijeszgetés volt, mindig vitték fel. Nem, nagyon drága hát lesz, nem, nagyon nem, sok lesz. A hivatalos, a piros lampa, a telefon, az mondjuk az igen, az, az össze, összeadódik. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Vihető, milyen jó kis hétvégi. Jó, így szól az első kérdés Zserikát nyakbaakasztóért. Melyik az a matematikai fogalom, amely egy Oscar-díjas sci-fi címe is Keanu Reeves főszereplésével? A Matrix. Azt így van. Így van, menjünk tovább? Igen, úgy gondolom, hogy... Így szól a második kérdés. Dedikált egérpadért. Melyik sportág egyik világhírű versenye a Giro d'Italia? Vagy Giro d'Italia? Azt hiszem, hogy az országúti kerékpár. Pontosan így van, az országúti van. Kerékpár, így van. Így van. Így van. Szép volt, Jani. Szép volt? Igen. A Tour után, a Tour de France után gyakorlatilag a második igen. Legnagyobb. Nagy Uli. Harmadik kérdés előtt vagyunk, dedikált óra a tét. Hát, megkockáztatom. Legyen. Dedikált óráért így szól a harmadik kérdés. Melyik országban található Afrika legészaki pontja? Hát ezt nem kellett volna. Ezt nem kellett volna. Hát sajnos nem megy a dolog. Nem? Afrika abszolút semmi? Egy tipp? Nem. Afrika? Na, jó, egy észak. Hát így közel van Európához, ugye azért észak, tehát Afrika észak az Európa. Az Európa dél, nagyon Európa. Dél. Igen. Európa nagyon dél. Nem megy. De valamit itt tök mindegy, mert ha nem mondasz semmit, azzal nem jársz jobban, mint ha egyet mondasz. De ha mit tudom, én bemondod, hogy Dél-Afrika, az már egy tipp, de az nem jó. Na, hát nem. Nem tudom, nem megy sajnos. Hogy mondjam, hogy Észak-Afrika jön. Most ilyenkor megmondom őszintén, kicsit zavarba is vagyok, és összefolynak a dolgok. Hát igen, nem is jutott volna eszedbe semmi, hogy hallom. Igen, Tunézia. Hát igen. Igen, ott voltak a gyerekeim nyaralni. Na, látod? Hát ott van fönt a térkép, hogyha megnézed Afrika legészaki pontja, így van. Jól van, bumozunk egyet, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj! Bum! De tényleg a levegővételben elkezdtem hinni. Egy teljes ízét beszívott. Ez nagyon hitehagyott volt. Nagyon hát azt hittem, olyat ordít az, hogy... A Feriben volt hit benned, nem? Igen. Ez olyan, mint a 20 meg a 10-es. Ez olyan. Igen. Gyuri nem adott a szoftver. Köszi. Nem baj. Örülök, hogy hallottalak benneteket.
Köszi a játékot, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nagyon hitelhagyott volt ez, nem? Nagyon. Nem lehet belekezdeni egy bumba. A levegővétel nagyon jó volt, én azt éreztem, hogy egy 50 légköbméter vezívott. Ordít egy hatalmasat, igen. Igen, igen, igen. Na jó van, 2 perc van, pontosan 9 óra, kedv van, ez azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és a szabadság előtti utolsó napunk, gyerekek. Egy kicsit. Utolsó óra. Utolsó óra. Hm? Mennyi időre megyünk? Másfél-két hét. Szeptember 8-án jövünk majd. Majd mindent időben, 10 óra előtt. Most még nem nyomasztjuk a hallgatóinkat azzal, hogy meddig nem vagyunk. Ez a szerda miért nem tud csütörtök lenni, de tényleg nem? Nincs rosszabb, mint ez amikor... Ez neked? Ráadásul, nem, a 20-ára gondolok. Nincs rosszabb, mint amikor egy nemzeti ünnep hétvégére esik, vagy szerdára. Igen. Mert ha hétfőre esik 3 nap, a kedre esik 4 napos ünnep, ha szerdára esik rossz csütörtök, péntek megint jó, hétvége megint rossz. Ez a szerda, ez nem jó. Én annyira megszoktam ettől mindig zuhanni, hogy rögtön kiveszek 2 nap szabadság. Muszáj egy kicsit erre a 20-ára rápihenni, igen. Na, egy kicsit kevés a közlekedés hírű, még mindig nagyon sok rendőrös, vesztegetős SMS kapunk. Köszönjük szépen. Itt írnak néhányan, nyilván ők most azért egy kicsit ezt a szívükre vették, vagy az állományban dolgoznak, vagy éppen kint vannak az utcán. Sokszor mondtuk, de nagyon szélesen elmondom, még egyrészt a régi időkről beszélgettünk, kettő elmondtuk, hogy nem lehet azért általánosítani, tessék visszahallgatni a megszólalás serénye, mert ott van benne. 3 pedig azt mondjuk, hogy mostanában azért ez már nem jellemző, más lett szerintem a rendőri magatartás is, más a vezetők magatartása is, és egyszerűen ez már nem megy. Régi történetekről beszéltünk. 5-10-15 évvel ezelőtti sztorik, így van. Gondolom néhányan az állományból azért ezt így most magukra vették kicsit, de elmondtuk, na, ha ma kapsz egy igazoltatást. Gyerekek, ma 2 motoros rendőr megvárít. Na Sebestyén úr, izzókészlet. Statárium után itt felakaszt, ott fog lógni itt majd. Nincs. A Nagyvárad téren hát. De hát nem kötelező az izzóké. Dehogy. Na, hallottuk a ma reggel. Biztonsági mellényező. Nincs. Igen. Hallottuk a ma reggel. Rég volt, elmúlt. Már nincs ez. Jó? És nincs már esőkabátom se, csak mondom egyébként. Igen. Semmi nincs a csomagtartóban. Jó, mondjuk azért, de az ott egy picit, hogy felfutott a Balázsoknak a kínálata. Tehát a mostani csomagtartóban azért már szívesebben túrkál. Most teniszütők vannak benne nagyon sok. Adj egyet valami. Különböző húrozással, úgyhogy ott most 6 teniszütőm van, éppen azt néztem tegnap. Laplánként váltasz? Szettenként. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az a Tibi. Havazd nagy jacuzziban, nem található vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek ellennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Wow! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tibi! 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 Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Ez olyan fura, hogy megint itt vagy most. Nekem eleve tegnap egész nap pénteki hangulatom volt. Mindenki, még a Facebookon is úgy búcsúztunk el mindenkitől a Morning Show-dál, jó hétvégét. Aztán ez a Viki kijavította. Aztán 2 hétfő találkoztunk, ma itt vagy, de most olyan, mint a hétfő lenne. Tehát én nagyon nagy a zavar most így ezzel a hétfői klasszjárral. Nem éreztétek tegnap, mint a pénteki hangulatotok lenne? Most is tök fura, hogy ugye Tibi előtt nincsen Vézolika. Egyébként Vézolikára egy picit visszautalva, ő nem biztos, hogy neki teljesen leesett, hogy vége van az adásnak. Én a koncert után még egy ilyen fél órát, 40 percet dedikáltam, és Vézolika még akkor is ott bolyongott a színpad körül. Tehát, hogy én ezért szeretem, mert nagyon... ösztönös. Ösztönös. Is jó szó. Mit csinált? Eltévedt. Ő ott várta, hogy még ebből mit tud kiaknázni ebből a szituációból. Tehát ő szerintem ott tehát még ott a nagy színpad környékén próbálta bedumálni magát egy kicsit, egy meleg szendvicset a cateringről, bármi, nem tudom, mit csinál. Tehát, édesem, nagyon cuki volt, ott körözgetett, én próbáltam így a pillantását kerülni, mert úgy éreztem, hogy ebből egy ilyen hosszabb barátkozás lenne, és én nagyon fejlesütve egy kibókláztam onnan, hogy ne kelljen erről beszélni, de nagyon cuki volt egyébként. Elmenekültél a jövő generációjára. Bizony. Mi? A jövő, a igen, én is ezt a szót kerestem, igen, a jövő generációja, igen. De tényleg jó arc volt.
volt egyébként. Magasra tette a lécet, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon erőködve sikerült megugrani. Annak ellenére, hogy zavarba hozott, mert gyakorlatilag minden számba elfelejtettem legalább egy sort a színpadon. Tehát, hogy nem tudom, mi van velem. Én azt hittem, hogy énekelteted a közönséget. Hogy ez azért volt. Igen, na ez egy jó trükk. Na mi van, nem tudjátok, hogy vagytok? Igen, fogam. Tehát, hogy egyszer beénekeltem, hogy akkor, hogyha az ében nem látod, hogy hol vagyok, akkor hullok neked küldőcsillagot, meg ilyeneket. Tehát figyelj, tehát a teljes gáz. Zolika akkor átalkotott, hogy ez megzavart. Ha, meg. A komszi. Azt nem nyomta, csak egy dalt nyomott a Balaton. Érezted, hogy egy indiszponált voltam, mert rövide volt a Neoton blokk is. Ja, nyomtam egy 50 percet, gyere rúgjál belém. Hogy a, nem, még ott voltak. Én is hallottam a Neoton. Ott voltam, még ott dedikáltunk. A múltkor volt egy koncert, ahol mögöttem lépett volna fel a Neoton élő koncerttel. És fölmentem, toltam, hogy jött a Neoton blokk, hogy kihagyjam, mondom, hagyja ki a túró, mondom. Elnyomtam, röhögtem, hogy mindez öt nagyságet elnyomtam. Hogy örülhettek neki? Majd megjött az égszaka. Neoton nem tudott föllépni, szervezők meg ott hálálkodtak, hogy látod, hogy volt a beígért Neoton, végül is volt. Gyorsan le is számláztad. Aha, két koncert. De akartam tőled kérdezni valamit, hogy a Viki nem hozakodott elő azzal, amiről beszéltünk? Mert én elég erősen piározok valamit, amúgykor hallottam, hogy beszélgetetek. Hogy te legyél a gyerek keresztapja? Nem. Az, hogy a Balázs legyen a keresztapja, én az apja, én felnevelem. Nem mondod semmit? Nem. Valami belekezdett, de mondta, hogy rólad van szó, és mondta, hogy ne folytasd. Szemétlád. Az alatt, hogy hagyjad, Viki, nem érdekes. Ennyire féltékeny vagy a szépségemre. Nem, megbeszéltük, hogy és a Viki már jó ötletnek tartja azt, mert téged kell még egy picit begyúrni, hogy a kicsi az hadd kapja meg a Tibi nevet. Tehát a Sebestyén Tibike. Új, de szép. Sebestyén Tibi, Tibesz, Tibó, Tibusz, Tibcsók. A Tibót kifejezetten szeretem. Tibó, Sebestyén Tibó. Tibó, úristen. A kis Sebestyén Tibóka. Tibóka? Tibcsó, Tibcsef, Tibesz, Tibir, Tibó. Vannak nevek szerintem, ami felett eljárt az idő. Ilyen a Tibor. Hát akkor, amikor születtél, ez nagy divat volt, de ezt tekintjük annak a kornak. Tehát, egyfajta hozadéka. Szerintem kevesebb Tibor van most már. Ha hármunk közül választani kéne, akkor mondjuk se a Ferenc, se a Sebestyén János. Szerintem ezek a nevek, ezek elmúlnak majd szépen. Szent meggyőződésem, ahogy a Balázs is egyébként. Tehát, hogy valahogy szerintem ma már a 70-es években minden harmadik gyerek Béla volt, mi szerintem meg kéne nézni a statisztikát, hogy ma hány gyerek kapja a Béla, a Károly vagy a Kálmán nevet. Jóval kevesebben. Szerintem, nem? Tehát egyszerűen változik. Na jó, ez a dolog. A Tibi most annyira fut. Igen. Kasza Tibó, Tibort, Tibucs, Tibcser. Tibcser. Tibri. De jó, nem. Tehát akkor ez nem lesz Tibor a gyerek. Szomorú. Viszont akartam még egy sztorit hozni, csak hogy nem tudom tegnap mi volt a levegőben egyébként, de hogy tegnap nem tudom a Bolondok fél órája, de hogy tegnap gyakorlatilag normális emberi találkozásom nem volt. Három sztorit mesélek. Oda jön hozzám az utcán egy részeg, aki nagyon-nagyon próbál haverkodni, egyébként általában nem tudom, vonzom a részegeket, lehet, hogy olyankor tűnök elfogadhatóbbnak. De egy oda jön hozzám az ember, és a következőt próbálja nekem elmondani részegem. Vén, úgy szeretem az önirnóriád. Öninóridád. Öninó. De legalább tudta, hogy ki vagy, ez jó. Öninó. Hát figyelj, az öninó. Tehát, hogy miért nem azt mondod, hogy vicces vagy? Az öninóriádat. Ez még ott Debrecenben? Hát valahogy útközben ilyenbe belecsúsztam még a Debrecenben. Másik, jövök föl, már fel volt a Pesten, be akarok állni egy parkolóba. Őrzött parkoló. Gurulok befele, emberünk egy ilyen idős bácsika jön, ha ilyen nagyon határozott lépek. Ne tovább, álljunk meg! Megállok, mondom, mi a túró, tudod? Oda sétál, behajol az ablakon, lehúzom, néz rám egy ilyen két percig, de ilyen meretten, tudod, hogy benne az aurádba. Mondom, ebből mit hozunk ki? Akkor megszólal, hogy mit szeretne? Nézem, mondom, tudod, ülök. Parkolni. Nem, hát mondom, annyira magasra dobta a mondom, hát csirke mellett filét, ha van, hát tudod, ez egy parkoló. Mondom, akkor parkolnék. Erre jött a specifikáció, ahhoz szimpatikus. Ó, de jó. Ahhoz szimpatikus? Ahhoz szimpatikus. Álljunk meg. Ahhoz szimpatikus. Finom? Tehát ez a benn van a főnök kategória. Valószínűleg az egy picit így túl reagálta a dolgot, mert hogy benn volt a főnök. Egy icipicit. Igen, mit szeretnél? Megnézhetni a vesekövemet itt a parkolóba. És a harmadik sztori, elmentünk még hoddogozni hazafele menet, és a barátnőm nagyon cukin rákérdezett arra, hogy baromfia a virsli, vagy esetleg valami más, és mondták, hogy nem, az Mirelit. Nem baromfia, hanem a Mirelit. Nem volt jó napot tegnap. Fú, és akkor mondtam, hogy kicsi, menjünk haza. Tehát, hogy ezt a napot, ezt még kicsit kihúzunk, akkor nem tudom, mibe fogunk belefutni, de nem a félre sikerült tegnapi napom, ami ma reggel böki a csőröm.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Figyeljetek, most jón van. Na. Jón van. De ne hájpold előre, majd mondjad, és akkor mi eldöntjük. Ne ágyazd meg neki ennyire. Böki is, de meg is gazdagodunk már megint rohadtul. Na. Aha. Mint a múltkor? Még nem, mert eddig még nem vittünk semmit végig, de ez most az. Na, mondjad. Állsz a pirosnál. Igen. Előtted egy ilyen tarkopasz 200 kilós gyúrós ül a nem tudom, egy puntóba. Tehát ott látod, hogy ott ül, zöldet kap, és neked te ott állsz, hogy jelezni kéne neki. Ugye? Hogy testvérem, zöld van. Tehát mögötte vagy. Mögötte aha, vagy. Igen. Ő zöldet kap, és jeleznél neki anélkül, ugye, hogy egy rohadt nagy vascsővel kiszerjen és agyonverjen. Mi az egyetlen lehetőséged? Telibe rádudálsz, ugye, ekkor emberünk egy rohadt nagy vascsővel jó agyonver. Van az affér, igen. Ugye? Na most, ugye erre jön a Morning Show Duda Csomag, Special Edition, Duda Tuning, ami finomabb jelzésekre is ad lehetőséget. Mert én engem ezt tényleg idegesít, csak hogy meglegyen, hogy miből ki a csőrömet, hogy tényleg nem tudok egy finomabb jelzést leadni, mert nem mindig akarok én telibe beletenyerelni a dudába. Van egy csomó olyan szituáció, hogy csak mondanám, hogy figyelme mehetsz, tehát valamire jeleznéd, és alapvetően olyan sliccen van az emberek, hogy dudász abban a pillanatban, hogy adanyád a dudász. Tehát ez rögtön jön már szinte mindenkiből. És finom, tehát hogy legyen egy ilyen B-verzió, tudom, amit mi fejlesztünk, ezt most levédete minden hazafelemenet. Igen. Hogy ez a Morning Show Tuning chip csomag a dudába, és mutatom nektek, hogy milyen alternatívák vannak, ha röviden nyúlsz a dudához. Tehát ha hosszan nyomod, akkor továbbra is duda. Igen. Ha röviden, akkor pedig ilyen lehetőséged vannak figyelmeztetésre, mint... De erre nem fogja azt mondani, hogy mi az anyádat csöngetsz, nem? Zoszó. Figyelj, testvérem, kérlek. Kérlek, légy szíves, indulj el, ha nem haragszol. Zöld van, ha meg nem bántalod, drága kigyúrt kolléga, jó? Vagy például? Nyilván. Ez reális. De erre nem fog megverni. Erre nem. Mit kakukkolsz? De erre nem fog semmit csinálni. Hát csak fölnéz, hogy úgy felejtette az indexet, vagy zöld van, figyeljen. Tehát csak egy ilyen jelzés. Megjelöltem, hány az időnk. Elaludtam. És van egy harmadik is, az nem tudom melyik volt. Jó, de szép, aha. Ez jó. Vers mindenkinek. Igen. Vers mindenkinek. Egy ilyen hárfa futammal jelzem, hogy kizöldült előtte, és nem fog megverni. Tehát gondolj bele, hogy amikor a dudát meghallja tényleg egy ilyen vérivó ukrán sofőr, akkor az azonnal kiugrik rá. Tök mindegy, hogy te csak azt akartad jelezni, hogy kiejtett valamit az ablakon. Ha ő ki az ablakon, és nyomjál valami rövidet szájjal. Mert az nem olyan, mint a duda. Egy dobolás, vagy pukkan csak egyet. Az nem annyira hosszú, mint a duda. Testvérem, légy oly kedves elindulni. Én azt gondolom, hogy ma már kell, hogy legyen valami finomabb jelzés, mert tényleg meghallják a dudát, rögtön ütnek. Nem, Feri? Már az annál is rosszabb például, amikor állsz, te vagy a második, igen? És mögötted valaki rádudál az első. És azt hiszi, én már fölteszem így a kezem, nem én voltam, te sem. Ha igen, nem, ő az... itt a megoldás. Dudász egyet, és hátra mutatsz. Integetsz a kezed, nem, én voltam, félretesz itt, mögöttem. De mi ennyire hátra néztek, hogy kire dudáltok rá? Baromira. Vagy, igen? De hát most ott áll előtted a nagy autóval, látod a nagy kopasz, az aranylánc, megcsillan a nyakát. De mit tudom én, a Fiat Multiplára rádudálsz, hogy zöld a lámpa, de mit tudom én, lesötétített, mit tudom én, esmercire nem dudálsz rá, meg kiszáll egy szájba. Nem úgy esik. Tehát, hogy én szeretek ilyen alfahímest játszani, amíg nem kerül kilátásba a verés. Tehát, amíg valaki nagyon nem indul el a kocsit felé, addig vagy nagyon nagy arc szerintem. És tényleg benne van az emberben, hogy finomabb jelzést is adná, de nincs. Tehát, hogy villogni nappal nem villog. A dudát, ha megnyomod, az rögtön ezt váltja ki. De akkor minden szituációban nézitek? Tehát ha olyan az autó, akkor nem beengeditek, ha nem olyan, persze. Akkor elkezdesz neki integetni, mert megnézed, hogy egy öreg mama vezeti. Tehát ez feltételezi azt, hogy minden helyzetben mindig az autó sofőréhez mérten reagáltok bizonyos szituációkra. Nem, ez nem igaz. Én nem az autót nézem, én mindig, hogyha öreg mama van, én rögtön agresszív. Igen, azért nem. Te szállsz ki a csővel. Igen. Mi van, mama? Nem, de hogy jó, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy igenis legyen egy finomabb jelzési lehetőség, mert jelen pillanatban nincs, és azt gondolom, hogy ennek ez a helye van, és nagyon jó lóvét tudunk rajta fogni. Hallgassatok rám, a következő generáció, a 8, a 10-es BMW-be már benne lesz a Morning Show Duda csomag, Duda package. Tehát, hogy választhatsz alternatív hangokat, a csengő hangokat a dudáthoz. A rövid nyomás. A barátságos. Igen. Bam, bam, bam.
Tehát ilyen napon akkor fel lehetne venni mondatokat, mint a rendőr, hogy kiszól neked ugye a hangosban, hát az is jó. Na jó. Könyörgöm, kérem szépen, ne haragudj, hogy legyen szíves, induljon. És bemondasz egy ilyet, az főrög, és elindul. Ez is, uram, ne haragudj, tovább menne, bocsásson meg. Mondjuk egy előzés után lehetnél, hogy köszönöm! Igen, megnézed, hogy ki ül benne. Ha olyan, akkor átszólsz neki. Tehát akkor ezt tovább is lehetne vinni, mert akkor lehetnének csajozós motivumok, érted? Tehát, hogy akkor már rengeteg motivum lehetne. Persze. Nem? Uh-huh. Erotikus női hang? Nem. Az is jó. Elindult Emmanuel, menj már! Menjél már, Emmanuel! De nem, hát jó hangú nőkkel például fel lehetne mondatni. Hello, fel... fiú. Kérem, induljon tovább. Köszönöm. Nem, és ezt egy jó hangú főnő fölmondja neked, benyomod a kettes verziót, amikor a női hang beszél. Férfi hang, duda hang, ez nem rossz. Mondom, hangsúlyozom, nagyon nagy lóvé. Tehát azért mondom, döntsétek el, hogy benne akartok elenni százalékkal. Mit mondasz a mammának? Rádobod a hajókürtöt, mit csinálsz vele? Tehát ha megnézed, hogy egy kis Fiat Seicentóba ül egy, mint a 70 éves nyilván. És hogy ő nem hallja. Már meg is lököl. Akkor legyen egy markásabb verzió, mondjuk egy hangágyú. Azt mondjuk meglövöd. Add egy lökés, és az összes szélődő. És a mamát kifúj. Jó, ez nem egy rossz ötlet. Egyébként ennek volt egy olyan verziója, egy darabig a 80-as években, nem ilyen, az hátrafelé működött, a hátsó ablakodba föl tudta tenni egy ilyen kijelzőszerű dolgot, aminek volt három állása. Az milyen? Emlékszel erre? Ezt hirdették tévében, volt a középső új, volt egy csók, száj, hogyha Jócsa ült mögötted, és a harmadik már nem emlékszem, hogy mi volt. Futófényed is volt, futófény. És lehetett hátrafelé üzenni. Az aztán azt beszüntették, mint ahogy a villogó féklámpát, meg ezeket, igen. Akartok benne lenni százalékkal, vagy kivásárolnátok? Hát, hogy megadjuk-e. Nem ugye? Akarok benne lenni. Egy 20-20 százalék, nem? Ebből az újításból, figyelj, mondom, ha 5 év múlva minden autóban benne lesz, akkor ezt visszakeressük. Nem rossz. Visszakeressük. Nem, én nem akarok veled közös vállalkozást, hogy Kati is már nem énekel, a bátyád a pultok mögött görnyed, és melózik, viszi a sorsunkat. Marsalokat. Nem. Tesó, figyelj, neked mindig lenne egy monitorláda, amit hozhatnál. Akkor jó, ez egyébként nem rossz. Ez most az utóbbi hónapok legjobb ötlete. Egyébként tényleg. Na. Várom. Jó, azt mondod. Három szintű, abszolút indokolt csörbökés. Végre! Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jó, ezt megadjuk egyébként. Ez jó. A nagy darab kopasznak a lágyan figyelmeztetés, hogy induljon tovább. Igen, nyilván bökés adott, hogy nem tudok jelezni a kopasznak, annélkül, hogy megveressem magamat finoman. Tehát, hogy... Azért az milyen megsemmisítő, hogy ott ülsz, mondjuk az X6-os nem indul el, vagy az S-merc, és nem dudász, és te is. Nem. Hagyod magad, és látsz zöld, sárga, piros, és nem tovább. És reménykedsz benne, hogy a következőnél elindul. A jövő generáció autójában, ha az X6-os nem indul el, akkor azt megnyomod a dudát, és... Nem ez! Az utolsó! Ó, vers mindenkinek. Kérem menjen kérem, tovább. Kérem, hagyja el a... Jó, ugye? Egészen használtad. És nagyon manóka ott ülne melletted egy hárfával, egy ilyen kézis. Nagyon nagy lóvé lesz benne, majd meglátjátok, amikor a magángépemmel jövök be keddenként, hogy megcsináltak azt, ha nem hitetek benne, ide megyek a szabadalmi hivatalba. Egyébként ahhoz nagyon elszánnak kell lenni, mert átdudának kis szájjal egy baseballütő, egy aranyakánccal. Nem már rá igen? Ezt a fajta nagyon prosztó tempót azért már az ember ritkán tapasztalja. Van ilyen, de hogy már azért úgy, már nem csak a bűnöző tudja megvenni azért a jó autót. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy dudász, akkor rögtön jön a vízé, mit dudász, ugye? A mit dudász, és akkor mit dudász, ha te is valamit még visszainteget, és te mit integetsz, és arra már kiszáll. Tehát, és ott már elindul a kiszállás. Igen. Jó, ne dudálj, hárfáz. Jó, megadtuk. De már 9:30, és még mindig erről a dudáról beszélünk. Csak nem azért tesszük, mert esetleg, ne adj Isten, ma nincs témád. De van! Egy nagyon fura élményben volt részem. A múltkor egy barátommal leültünk vacsorázni egy kedvenc. Mi volt a fura vacsora, vagy a barát? Hogy azt mondta, hogy a barátod. Nem, fura. A meleg étel, vagy a barát volt a fura? Nem, az volt a fura, hogy barát, ott volt velem egy barátom, és ez nem a bal kezem volt. Tehát, hogy... És beszélt is, igen. Igen, és beszélt, pedig rengeteget beszélgetek a bal kezemmel, hogy igazolja, hogy mindent jól csinálok. Leültünk egy étterembe, és végignéztem egy ilyen nagyon látványosan nyomorult első randit. Tehát látod azt, hogy ott ül a kisfiú, ott ül az egyébként nagyon cuki kislány, tehát hogy megmondom, hogy félbe terveztem szakítani a randit egy ilyen belépővel, de hogy ott ülnek, és egymáshoz nem nyúlnak,
semmiről nem beszélnek. Látod, hogy a gyerek, tehát ez a mici matkó gondol, mondj valamit. Igen, mondj valamit, nem jó a csönd, nem jó, már 10 másodperc a csönd van, de tudom, igen, szólalj meg. Mondj valamit, akármit, igen. Tudod, és ott ülnek, nagyon szoronganak, még valami bort is ott kikértek, hogy de ott csak még rosszabb lett az egész. Hát tud, mert rájöttek, mennyibe fog kerülni, egyiküknél sincs annyi pénz, igen. És a gyerek rájött arra, hogy ez figyelj, tehát ebből semmi nem lesz. Utána mi pont velünk együtt indultak el, mert megvártuk őket, és mert addig nem álltunk föl, és még láttam kint is, hogy szegény srác, én nagyon nyomorultam. Istenem, mikor lesz ebből reszelés? áll a csaj mellett, ilyen kinyújtott kezekkel a föld felé, és így állnak egymás mellett, ilyen 60 centire egymástól, és látod, hogy figyelj itt, tehát, hogy ez egyszerűen semmi is. És arra jöttem rá, hogy egész egyszerűen... Elindulnak ezek a tétova most arcra, vagy szájra, vagy... Most megcsokolok, nem, még nem. De ha most nem, akkor már soha. Elfog menni, elment. Igen. Vagy akkor ilyen, hogy megcsokolod az orrát. Igen. Az egészből ilyen nagyon kellene. Igen, és egy nap bizony, hogy miért nem csokolod? Miért? Mire vártam? Miért nem? Elfog menni? Arra a téletben. Na jó, hagyjuk. Valami még valami, de elfelejtettem. Igen. Semmi. Ja, de mégis. Nagyon klasszik. Ez a nagyon nyomorúságos első randi élménye megvan, az, amikor ilyen nagyon szorong, és kigyűjtöttem egy csomó olyan paramétert egyébként, mert segítsünk, szerintem nincsen a randinak már kultúrája, semmilyen szinten. Annak idején, amikor próbáltam minél hamarabb, én nálam az egy 2-3 üzenetváltás után rögtön ott vagy, hogy már randiról beszélgetünk, akkor is, hogyha csak azért kerestél, hogy felolvassak egy verset. Tehát, hogy mit szólnál, ha randiznánk? És nálam a randi szó be is volt akadva nagyon egy időben, tehát, hogy én szeretem is használni, és azt láttam egyébként, hogy a lányok nem szeretik a kifejezés sem már, tehát nem csak... Ódivatú, vagy miért? Igen, hogy inkább az, hogy találkozunk, és majd meglátjuk, aha, mert a randiban már van egy ilyen állásfoglalás, hogy ott már... Ott valaminek történik. Igen. Tehát, hogy nem is szeretik egyébként ma már a lányok, hogyha randizni hívják őket, mert az már egy ilyen állásfoglalás, hogy találkozzunk, nem mondjuk ki, hogy ez randi, hanem csak úgy találkozzunk. És egy picikét szerintem most tartsunk egy ilyen kiképzést, itt vagyunk mindannyian, akik nagymesterei vagyunk a hódításnak, nem? Hát, kérdez bármit, válaszolom. Te kis hódító. Hallok, bármit. Itt van Vadon Jani, aki a hódítás nagymestere, és egy picikét menjünk végig a paramétereken, ugye? Tehát akkor ne nevezzük randinak, mert arra rágörcsölnek a lányok. Mik legyenek, itt vannak a legrosszabb randi helyszínek, egy oldal kinyújtott, mi a top 10 legrosszabb randi helyszín? Az egyes a múzeum. Hát ki az a hülye, aki hát, múzeumban megy? Hát, az nagyon hülyének voltam. Én voltam. Megmondom őszintén, voltam. Micsoda? Nemzeti múzeumban. Azt hiszem, jó kazamat a látogatás való. 10 évesen volt ilyen, hogy oda mentük el. Tehát én egy kicsit ez a kulturális vonalon keresztül indultam el, és akkor bizony múzeumban mentünk. És meddig jutottatok? Hát azt hiszem, az ókori Pannonia. Lett valami belőle? Mit? Lett valami belőle? A csók az összejött. De... Ez a... Jani, te hódító! Bocs. De a múzeum a csóka, te is benne voltál, vagy a csaj csókolózott valaki? Nem, mind a két nyelv az én számba volt. A csóka az összeg, de kinek? Tehát te végig nézted, hogy a csaj lespárol valakit a múzeumban? Vagy veled? Mert az nagyon jó. Az, úgyhogy mondom, az jó volt, de többire nem emlékszem sajnos, mert leesett a vérnyomásom, hogy ugyanis olyan merevítés. Becsináztak. A második az úszoda. Azt mondja, hogy úszodában ne vigyél randit. Hát ott mindenki derül. Ki megy úszodában randizni? Na, most ezt magamra húzom, barátom. Én nekem egy időben én notórius Széchenyi fürdős randizó voltam. De aha, te a vízben vártad a nőt. Hát mint a vízilógy. Itt vagyok. A vízilógy, jöttem föl, tudod. Notórius Szecskás is. Azt jöttek a lányok az életedben? Te szemétláda. Beültél sakkozni az öregekhez, hogy mi volt? Egy kis nejlóharisnyával a fejed, hogy ne menjen haj a vízbe. Azzal csajoztam, hogy 8 lépésből mattot adok. Nézd kicsim, ez felizgat. Nem, az pont az van benne, hogy ott van a vízben, ugye, ott vagy, ott odaúszol, tudod, hogy gyere, megfogod, tehát ott már van egy ilyen full kontakt. Hát az is miért érted? Felül egy-két buborék, és nem, az, amire gondol. Azért, mert szecská vagy, nem kell belefingani a vízbe. Ne, hát nem is azt mondom. Tehát azért a kettő együtt nem jár egy. Akkor engem félrevezettek. Igen. Én azt,
aztán bele kell pukizni. De hogy szerintem az egy jó randi szituáció. Jó, de azonnal felfedett a testet például. Igen. És ezt a testet? Nem is annyira az enyémet, az övét akartam azonnal felfedni. Ja, és magadat hogy tartottad titokban? Vizes lepedőt csavartál magadat? Ja, nem, én mindig magam elé tartok egy kigyúrt férfi testet. Tehát mindig megkérem egy haveromat, hogy álljon már elém, és csak így mögül egy átnyúlom. Mackó ruhába mentél, mert Tibi vetkőzve a meleg vízbe. Nagyon fázos vagyok. Vedd már azt a sínadrágot, Tibi, nem érted, hogy ez a meleg víz. Tibi, ez egy közfürdő, itt nem könnyű búvárruhába szoktam mászkálni. Tibi, vedd már ki a pipát a szádból, nem fogsz meg. Tibi, hallod, vedd már a palackot, másfél méter mély a víz, de nem kell palack. Jó. Szóval az meleg azért az. De a szecska jó, hogy szeretem a szecskát. Figyelj, higgyétek el, hogy a szecs az egy nagyon jó, tehát onnan még szüzennek meg senki. Az jó. Az egy hibátlan helyszín volt. Jó, amit írnak még, mint top rossz helyszín, a mozi, és ezt nagyon osztom, a mozi. Hát ez. Gyerünk el egy jó moziba. Az egyetlen melletted ül, előre néz, nem figyel rád. De hát átosz, tömi a fejét. Szerintem a mozi nem rossz. A mozi nem rossz. Ha jó a film. Könyök. Igen, kis könyök, megérkezik. A mozi nem rossz, nem is kell beszélgetni, de együtt vagytok, de sötét is van, hátul ültök. A mozi nem rossz. A mozi a gyávák vagy a gyávábbak randi helyszíne. De most ne beszéljünk rólad, Jani. Igen. Nagyon sokat jártam moziba. Nem, moziban nem szeretem randizni, de hogy a mozi ugye azért jó, mert ugye félsz attól, hogy miről beszélgetsz majd az első randin. Egy óra eltelik, és akkor megvan a fix program, ott egy kicsit átgondolod, hogy mi van, tetszik, nem tetszik, sötét van, két óra szünet, időt nyert. És ha meg a lány dobta a labdát, akkor meg utána úgy átott a mozi, mert sok minden megtörtént. Csak jó kell választani, mert nekem volt például olyan, hogy első randi a mozi volt, csak jó volt a film, és úgy... és a csaj próbált bögdösíteni, de komolyan. Hagyjál már! Érted, hogy egyszerűen érdekelt a film. Ha másik véglet, akkor meg azt mondod, hogy remélem, érdekel az orosz ikonfestészet, mert Andrej Rublyov életéről szól a film, amire megnyi van, hagyjál már. Ki ez a hülye? 4 órás dokumentumfilm. Igen. A következőt írják, hogy állítólag nagyon nagy balegság hazavinni a lányt, tehát az otthoni első randi. Ezt megint nem osztom. Tehát figyelj, tehát hogy aki ott így küszöbön belül már, ott már te vagy a király. Tehát, hogy... Főleg, amikor az anyád megjelenik, ilyen becsavart hajjal. Igen, hajsütővassal. Igen. Van egy kis almás pipa. Kértek koktélkréket? Csináltam egy kis szardellapasztás kenyeret. Na, megihúzhatok friss lepedőt. A múltka is tiszta volt. Az a múltkori fruska is, hát nem is tudom, olyan büdös volt a lába. A kádat sem mostak ki maga után. Anyád megérkezik, azért az nem túl szerencsés. Az nem túl szerencsés. Nem túl szerencsés. Ahogy így elmondjátok, tényleg nem valami szexi egyébként. A másik, ami szerintem meleg, tehát hogy mondjuk nem az, hogy mondjuk anyád azt mondja, hogy büdös volt a lába az előző lánynak, azt szerintem eléggé extrém. De például, hogy a nyomorult szingli... Jöttél volna hozzánk. Szingli éveimben. Például a bátyámnak ez egy állandó problémája volt, amikor ilyen, hát egy elég élénken randizgattam, nem mondanék számokat, mert nem akarlak benneteket felizgatni. De a lényeg az, hogy a bátyám jött le, és tudod, ha, szia, mi már találkoztunk? Már még nem. Másik verzió, szia, még nem találkoztunk. De igen. De már igen. Már négyszer. És szegény bátyám ráállt arra egy időben, hogy csak távolról integetett. Hello! Abban nem lehet, abban nem lehet baj. Hello, ka. Igen. Jó. Hát ilyeneket most használom, hogy könyvtár, tehát könyvtárban ne randizunk. Könyvtárban nem megy senki randizunk. Ilyen arra gondolom, elnézést, ez egy könyvtár. Valahogy jó kicsőmbe. Ja, nekem a kedvenc könyv, kussoljatok! Ahhoz nagyon balesnak kell lenni, hogy könyvtárban randizza. Vagy az olvasó terembe. Igen. Jó, koncert? Koncertre egy jó randi? Hát az ilyen nagyon modern már, nem? Vagy mi időnkben még, hát nem... Hát meg rizikós mondani, hogyha az én koncertemre hozod, én hogyha buli alatt úgy látom, hogy rés van a pajzson, én bemegyek. Odaérsz? Most finoman megérkezel? Most volt egy csaj konkrétan Debrecenben, állt a közös, előtt oda jött dedikálni anyukájával, elmondta, hogy így, én velem a kitapétázva a szobája, és így imád, úgy imád, és amennyiben nem foglalta nyelvem, akkor igen. És aztán mondta, hogy úgy szeretlek, Király Viktor. és azt mondta, hogy Tibi, ez a lélek, de mondom, ez brilliáns. Karamell, annyira jó, hogy aláírod. És ákint a közönség soraiban, és tényleg előtte figyelj, elmondta, hogy ha gyereket, akkor csak tőlem, ha a jövő, akkor csak velem. És soha nem fog megcsinálni jövőre, amikor fölsős lesz már. és azt mondta, hogy nagyon jó arc szerint, és a nevelő tisztje szerint is, igen. Nem, de hogy ákint, és valamilyen nyomorúságos, én 15 éves ott karolgattam, és tudod, kiszóltam ilyen reményvesztetten, hogy kérlek, mondd, hogy a bátyád, tőle, és mondta, nem, a barátom, roh. Tehát ez a teljes kudarc. Tehát akkor koncert sem? Koncert? Hát, az nem rossz helyszín. Hát. Kicsit felnőttes szerintem a koncert, nem? Tehát oda azért egy érettebb nő megy egy érettebb palival.
De hangos, nem tudsz beszélgetni. Az a kis bénácska. Igen. Meg ott másért rajong. Igen. Meg ott másért rajong. Na jó, mondok egy párat, amire azt mondják, hogy a legjobbak. Na, tehát, mondj egy top helyszínek. Bowling. Állítólag a bowlingra vinni a csajt az nagyon jó első randi helyszín. Ez nem rossz. Röhögtök, kis oldott a dolog. Nincs ez a befeszülés, beülés, egy eperség mellé, és akkor bambán néztek egymásra. Dumáli tudsz? Ki zene szól, nem és sorongos a dolog. Bowlingból, és nullákat valószínű is az. Röhögtök. Tehát azt szerintem jó. Ha elver, az is jó. Aha. Tizet tarol egymás után, te pedig... Ez, egyébként ezt adom. Jelen. Ez nem egy rossz bowling. Helyszín. A bowling. Társasággal mentek, ez nem rossz. Bowling jó, zene szól, kicsit dobálsz, meg van törve, italozgattok, elvagytok. Bowling egy jó helyszín. Ezt én bírálom, hogy ez szerintük jó. Azt mondjuk, séta a városban. Így andalog négy össze-vissza. Hát ez az nem rossz. Jó? Azt szerintem nem rossz. Ez a maradj mozgásban, ez mindig. Ez az én hitvallásom volt, Randi. Maradj mozgásban. Ne hülyés. Leülszak, beszélgetni kell, tudod. Ha mozogsz, az nem olyan kellemetlen, a csöndben mentek. Ez a maradj mozgásban. Erre Margit sziget. Beláthatatlan távolságban. 30-40 kilométer. Még ez a maradj mozgásban. Hát, mint tengerész. Ne ülj le, tudod, ha leülsz, az ott megfeszülsz. De Balázs az olyan lazán randizik, mint egy tengerész gyalogos. Nem maradj mozgásban. Maradj mozgásban. De már a 36. kilométer. Maradj mozgásban, menni kell. Még egy kör a szigetek. De nem tényleg, a maradj mozgásban az nekem bevált. Csak a hely legyen jó. Tudod, tehát, hogy nem mindegy, hogyha vészel. A Városliget szép, illatos út és környéken nagy körös. Hát igen, mondjuk a Népligetben nem annyira jó. Igen, tudod. Maradj mozgás a Népligetben, igen. Figyelj, ez egyébként... Megnézed, hogy milyen a napok. Maradj életben. Maradj életben. Elviszik a kislányt a bokorba, az nem szerencsés. Figyelj, mint ilyen randi jelszó, maradj mozgásban. Ez volt a hitvallásom. Brilliás. Maradj mozgásban. Brilliás. Az összes ilyen, aki ül szembe egy ilyen nyomorúságos egy deci borral, az se tudja, mi van. Szorongsz, elfogy a téma, maradj mozgásban. Mert akkor mindig jön valami. Baj. Persze. Ott van, egy de aranyos a kiskutya, de aranyos a kisbaba. Tovább mész, kicsit leűsz, de föl tudsz állni, tovább tudsz menni. Maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Jó, mondjuk egy picit egy ilyen nem tudom, ilyen hiperaktivitás tünetét. Ott a magyar maradj mozgásban. De aranyos kiskutya, de aranyos kiskutya, de aranyos, iszok valamit, eszek valamit, kimegyek, bejövök, te kész valamit? Nem kész valamit? Mi a kedvenc zenét? Semmi? Nagyon jó. Este van már, jön a hajnal, haza kíséred. Ennyi. Én mindig ezt mondtam, Bali, maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Te hülye vagy. Jó, itt írják még, hogy álltok borzasztóan ideális, a tropikárium. Hát, sokan vannak. Ja, hogy összeér a kezdetek a ráján? Nem, hanem, együtt simogatjátok a rája simogatóban. Kicsit tenger van, tudod, kicsit így be az anyamékben ott összegzett. Tehát el tudom képzelni, a tenger, meg az a feeling, az egy kicsit így hozzátesz a dologhoz. Ha elúszik mellettetek, ezzel foggal a cápa, aki oldalra fogja. És mondja, rááll egy cápa. Ugye? Tehát ott föl van dobva már a popzenébe. Hát, kicsit ovis, de jó. Kicsit ovis, de jó. És a végére hagytam, mert nem nagyon értem, ugyanis én nem nagyon tudok kornézni. Állítólag nagyon jó randi helyszín a műjégpálya. Az jó. Jó? Az jó. Az vicces. Az jó. Az jó, mert a nevetés jó dolog, én pedig a műjégpályán bárkit megnevettetek. Átmegy egy kori. Átmegy egy kori a kezeden, levágják három múlja, de nagy mulatságban. Egyébként az tényleg jó. Mert ha nagyon megül a buli, ott azért egy ilyen műesést bármikor be tudsz dobni. És ott is van a maradj mozgásban. Tehát ott inkább maradj mozgásban. Koriz, ne legyen baj, koriz tovább. Koriz, éleszve, ne csináljuk, mint a nem menni része, koriz tovább, nem baj. Maradj mozgásban. Akkor igazából megreformáltuk a randi műfajt, egyetlen egy kulcs szó van, vagy kulcs mondat. Maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Jó, félve kérdezem meg, hogy a furcsa napon miért a forgalom és a dudálás megreformálásáért. Nem tudom nem megadni. És a randik fejlesztésért jogos a tas és a sikor. Egyszerűen. Tibi, ma mindent vittél. Hármas volt a csörgök, és ez taps. Mivel ismerlek benneteket, ezt beosztom egy 3-4 hétre. Igen, ma túl jó napunk volt. Meddig van, Szabi, mielőtt jövő héten bejövök, és nagyon nyomorultan állok itt kín a portálnál? Mi van? Gyere, akkor már. Mi van? Jöhetsz. De szemét vagy, itt leszek egyedül. Nem, tényleg, gyere. A portán még benged. Te szemetek. Gyere csak. 3-4-10 lesz pontosan 3 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Valaki azt írja, a randizás uncsi, csak a Gina. Ez is egy életérzés, de... abban van a vitamin, ahogy szokták volt mondani. 3-4-10 lesz pontosan 1 perc múlva mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Megfejtettük a gólyák vonulását, és felhívtuk Orbán Zoltánt, ugye a Madártani Egyesülettől. Kicsit mesélje nekünk, mert korra reggel már hallottunk egy szomorú hírt, hogy elmennek a gólyák, mert hogy hideg van. Aztán, ahogy belebonyolottunk ebbe a beszélgetésbe, rájöttünk, hogy nagyon keveset tudunk a gólyákról. Még azt se tudjuk el, hogy a gólya egy afrikai madár, aki itt nyaral, és aztán visszamegy a hazájába, vagy egy magyar madár, aki Afrikában telel. Ezt is megpróbáltuk megfejteni, illetve sok dolgot. Nem egy jó kérdésünk volt. Rengeteg kérdésünk volt a gólyával kapcsolatban. Ugye az ember minden nap látja őket, aztán rájössz, hogy mennyi minden nem tudsz.
És ugye beszéltünk a makói rendőrökről is, akiket most már elkaptak, titkosszolgálati módszerekkel figyelték hónapokon keresztül őket, állítólagosan ők fújták a delikvensek helyett a szondát, és 10-20 eurót szedtek le gyanútlan közlekedőkről, több százezer forintot zsebeltek be. Mi arról beszélgettünk, hangsúlyozom újra, hogy milyen volt a régi szép idő, ami talán nem is volt annyira szép, amikor még ugye a rendőröket meg lehetett vesztegetni, mik voltak a bűvös pontok, és hogy próbáltál egy-egy piros lámpát vagy biztonsági övet némi készpénzzel kimagyarázni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 percen pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság, meddig voltál tegnap? Sokáig? 10 óra 10 perckor, vagy 10 óra 15-kor a Hooligans letette a lantot. Oltári nagy buli volt egyébként tegnap Debrecenben. Annyi ember volt, hogy nem láttuk a végét, és aztán utána indultunk haza. Mm-hmm. Nagyon jó volt, úgyhogy köszönet Debrecen. Jó volt. Már várom a jövő nyarat, hogy újra nekiinduljunk. Hát, hogy ne? Mondhatnátok, hogy hol van az még? Hát az még nagyon. Dolgozz fel az élményt, amit okoztál te több Debrecennek, hogy énekeltél nekik, és akkor majd jövőre meg. Az nagyon, nagyon messze van még, igen. Jó. De azért már várhatom, nem? Ahogy ne. Persze, persze. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Nincs vonal? Várjál, itt megpróbálom. Most? Budapest Kerepesi út az arénánál elszabadult ló. Te jó mi? Isten! Íj! Pisti küldte nekünk. Az arénában árulnak lovat. Az kemény, gyerekek. Jó. Hát nem. De most miért? Hát nem. Negem. Jól van, Csabikám, mi újság a zenékkel? Remek zenék ma is? Micsoda kérdést teszel fel nekem. Kállai Szanders Andrást ajánlom, mert hogy Kállai Szanders András szerintem országunk egyik legnagyobb tehetsége, és biztos vagyok benne, hogy ő ilyen pillanatokra van csak a nemzetközi sikertől. Hát ugye azzal a eurovíziós szerepléssel már ott volt. És kellenek az olyan jó dalok, mint ez az újdonság, a Juliet. Jó dal? Még nem hallottam. Én nagyon-nagyon szeretem. Neki megvan ez a romantikus oldala, tudjátok. És ez most egy kicsit tempósabb. Az eleje nem, de a refrénje egyszerűen olyan, hogy meghallod, egyszer hallgass meg, és soha többet nem tudod kitörölni a fejedből. Azt hiszem, hogy soha többet nem akarod meghallgatni. Milyen vicces lenne, hogy bemondanál, hogy imádnál. Csabi, mondom, van benne Drakendról. Egyszer meghallgatod, és pont elég. Üdös életben nem akarod többet meghallgatni. Ilyet egyszer betolnál, imádnám egyébként. Jó, meghallgatjuk mindenféleképpen. Ugye, mivel nekünk hétvége van, mert hogy nem vagyunk csütörtökön, és pénteken recept van, vagy ne kérdezzek ilyeneket. Kedden? Ugye, hogy ez kicsit fura is. Kedden? Hát csak én figyelj, én alázattal szolgálom a receptjeidet, és amikor mi utoljára látjuk egymást, nekem megszólal a recept reflex, és bekérdezem azért kezdeni, ugye nincs. De majd ha pénteken megnézed a Facebookot, a Feri biztos, hogy szabadsággal sem feledkezik meg, majd azokra a kedves hallgatókra. Biztos, hogy figyeld meg. Nem volt időm tegnap, mert éjszaka értem én is haza, mint a Csabi. Éjjel érkeztél, mi? Hát fáradt kiégett agya. De a tested az a... Gyönyörű pár. Gyönyörű forrólászban éget? Hát, gyönyörű. És csak te mozdultál? Igen. Aha. Feküdj nyugodtan. De hozzám bújt? Hozzám bújt? Igen. Igen. Csak legalább háttal nekem, hogy értelme legyen. Ez is benne van a dalban? Igen, benne van. Milyen nagy nóták ezek, hogy most már nem születnek azért ekkora nóták? Nem. Vagy régen más volt? Vagy miért volt az akkor hát akkora sláger? Bizony, amit akkor ide tudnánk. Kevesebb volt. Éjjel érkezem, vagy egy hűtlen, vagy egy gyereőrült, hát azért, hogy ezek ilyen nagy slágerek ma már nincsenek. Ha kevesebb volt, akkor még a harmadik típusú találkozás is. Ugye? Most nem úgy értem, hogy az Eddát, hanem más zenekartól se tudsz így. Persze, vannak olyan dalok, amiket az ember kedvel, meg van egy csomó jó dal, ami most is sláger, de hogy ilyen induló legyen, és egy generációnak egy élményt jelentsen, nyilván ehhez több kell, mint egy dal. Most ez egy életérzés lamó is, tehát hogy ezek azért egy szerző párosról beszélünk alapvetően, tehát hogy ott azért olyan életérzés jó, de volt két ember annyira. De most azt mondja, hogy mondja az elmúlt két évből, vagy az elmúlt három évből egy olyan magyar dalt, ami hajolj egyébként... bele a hajamba, suttog bele, hogy labamban. Tessék? Hát nem rossz. Ennek pont az a lényeg, hogy akkor mi voltunk tinik, akik sokkal inkább befogadtunk mindent, meg nyitottak is voltunk a mai tinik. Egyfajta generációs élmény volt az Agárdi
Popstrand, Edda koncert berúgva például. A mai tinitnek ugyanez megvan, tehát ők a Heaven Street 7 dalait dúdolják majd így. Igen, szerintem? Igen, vagy a Péter Fiboriét, ahogy a Fekvon. Ők máshoz kapcsolódni így érzelmileg. Tehát nekik valószínűleg ugyanez megvan. Ez jogos, hogy nem nekünk kell ezt megtalálni. Fia maga kifogta Dél-Amerikát, majd ezt fogják mondani? Vagy már az is egy kicsit idősebb. Tehát, hogy még annál is frissebbek vannak a mai tiniknek, megvannak ezek a mai kedvenceik. Én úgy nőttem föl, nekem jelent valamit az, hogy süllyedő utakon elhagyott házak, a kidobott tükrök valamire várnak. Tehát, hogy ez nekem ez jelent. Tehát most életem végig kínoznátok, se tudnám, hogy ez mi volt. Edda? Igen, ez például nem. Vagy azért, amikor azt így 666666. És a Hiroshima atombombai imádkoznak ezt csak a... De tényleg ez volt, akkor... Akela! Pont azért, mert ez tiniként hatott ránk, vagy talált meg minket. Igen, ez lehet egyébként. Épp ezért maradt meg ez az érzés. Igazából nem is feltétlenül a dal. Persze jó dalok, tehát nem mondhatjuk, hogy rossz dalok, de azért maradt meg, mert okozott valamit bennünk. És ugyanúgy szerintem a mai tiniknek is ugyanúgy okoznak, akik ott állnak a szigeten, és egy emberként 40 000-re tombolnak azokra a zenékre, amikről mi azt se tudjuk, hogy kik adják elő. Igen. Ezt most egészen jól megmondja. Így van. Hát Csabi minden mai napig megkönnyezi azt, hogy a húgom bement a fürdőszobába, és ott googolt a szörnyakádba. Figyelj, hátára az van, te tovább, hogy Dolly rólt. Jól van. Na, ugye nem vagyunk csütörtökön és pénteken, ami azt jelenti, hogy hétfőn találkoztunk, hétfőn jövünk, de én nem jövök, csak ti jöttök. Aztán majd jövök valamikor a héten. Éjjel érkezem. Jöttöm rá 5 nap múlva kelet felől, számítsatok Pirka. Adatkor. És csináltok egy őrült nagy bulit azon az éjjel. Megőrültök akkor ezt. Na, Csabi jön. Voltak ott slágerek a 90-es években is. Csabi jön a kiválságműsorral 555-55-00, ez a telefonszám, hétfőn találkozunk. Szevasztok! Sziasztok!